Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce, jó reggelt, srácok, szevasztok, a szignálból most már semmi nem igaz. A következő a helyzet, vagy Putyin látogatása, vagy az influenza, mindenkit elsodort, úgyhogy ma ismétlő válogatást adunk, ugye Jani egész héten beteg volt, tegnap értekeztünk, még mindig tartja magát ez a dolog, talán csütörtökön jön, és hát Balázséknál sincs minden rendben, én meg már megittem reggel a kávémat, mondom, akkor benézek, ez a biztos, de olyan dolgokat fogtok hallani, amiket már hallottatok, szóval best of-ot fogunk majd adni. Ha van közlekedési hír, azt azért írjátok meg, egy hőmérsékleti jelentés jött Nagy Lócról, mínusz 11. Az nagyon kemény, mínusz 11, de tulajdonképpen február van, és akkor, hogyha önközlekedési info, azokat mondom, egy jó pontos idővel mindenkit megörvendeztetünk, meg arra gondoltunk itt Annával, mert így állunk most, hogy Anna Zsül és jó magam, sehol senki, de tényleg ja, és Ákos, aki szerint Putyin annyira remek ember, hogy elég, hogy délután jött, ő már délelőtt tudott koszorúzni, de ettől a kis botlástól eltekintünk, már jön is, de imádlak. Na mondjad, szevasz! Én is imádlak, és köszönöm a jelzést, már két hallgató is megint, de örülök, hogy figyelnek reggel 6-kor már. Nem délelőtt volt, természetesen átírtam előszörre, ahogy mindenkinek megfelel a szó. De 6 előtt írtad át, csak aztán átugrott a kurzor, vagy mi? Nem, délelőttöt írtam. Jó, tehát először koszorúzott, és aztán ez, ment. Igen, tovább. Tehát nem alter egója volt, és hogy nem tudok többet, mint bárki más. Nem délelőtt koszorúzott, először koszorúzott, kora délután. Nagyon jó, tehát mégiscsak többet tudsz, de ezt nem osztod meg velük. Köszönjük. Fél hétre kijavítja majd ez a csodás ember, szóval arra gondoltunk, hogy azért fekete-fehér igen-nemet fogunk majd játszani. A választék az picit szegényes. Tehát tegnap még tudtatok 2-ből, a múlt héten tudtatok 3-ból. Én ülök itt egyedül, ha igény van rám, akkor én adok valakinek egy csomagot, illetve hát ha elkenném a száját, mint hogy ezt az elmúlt hetekben tettük, akkor viszont nincs csomag, tehát lehet jelentkezni játékra, jöhet a közlekedési hír, és akkor már is belecsapunk az első Best of anyagunkba. Ez itt a Best of Morning Show. Január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat. Nagyon helyes. Tudtuk, hogy valami természettudományos probléma lehet megint. Nem akarok madártani intézetet, nem akarok évmadarát. Aha, én csak ezt bedobtam, hogy én, aki tényleg nagyon városi vagyok. Ki a büdös francot érdekel, hogy hány vércse? Az tényleg nem. A kivitelezés sokkal jobban. Aha. Tehát Feri, te, mondd meg nekem, aki azért tényleg rettenetesen vidéki vagy, hogy... Aha. Várom nagyon. hogy a büdös életbe számolnak szabadban élő madarakat? Ez most komoly a kérdés. Tehát jönnek az ornitológusok, egymásba kapaszkodnak, mint amikor ti egy szombat hajnalon mentek hazafelé, aha, vagy mi megyünk hazafelé, élő láncot alkotnak, és elkezdek, ott van egy, ott van egy, elrepült, kirepült, nem sikerült. Igen, és akkor megvan egy. És mégis sétálnak a bőrzsönyön? Persze, láncban. Hogy számolnak madarakat? Ezt mondjátok meg nekem, de tényleg. Úgy, hogy megfújják a sólyom hívó sípot. Oda gyűlik az összes sólyom, sorba állítják őket, megszámolják, és szabadon eresztik. Nagy tanácskozásra hívják össze az erdő vadjait. Tehát nem olvastál meséket? Na, de most komolyan, tényleg. Hát a ragadozó madarak... Igen, érdekel a tudományos válasz, hogy január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat. Tessék, ugye ez a tétel, ebből felelsz. Nagyon érdekes maga a felvetés, igen, tanár úr, ugyanis ugye a hazánkban telelő ragadozó madarakról van szó, nem az állandóan itt tartózkodó. Így van, eddig egy, Ferenc, eddig ötös, most kezdjen a tételről beszélni. Ugye éjszakon hideg van, ezért fáznak nagyon a ragadozó madarak, ide települnek hazánkban. Így van. Aki egyébként nyáron itt lakik, a kerecsen sólyom például, és folytathatnánk, arra ugye tudod, hogy azok hol laknak, mert hogy ez nem egy költöző madár, ez csinál egy fészket, és beleül, és ott van. Tehát azoknak a száma megvan, akik állandóan itt laknak. Az összes olyan, aki albérletet vesz ki télen, az az ide költöző. Tessék! Beszány. Hát Ferenc, arra úgy jön. Jöjjön vissza februárban. Van 2 perc, hogy a tételről elkezdjen valójában. Ez nagyon volt. Szép, nagyon szép volt, eddig nincs valaki kettes. Tényleg, hogy számolnak madarat? Élő lánccal? Kimegy Józsi, kimegy a másik oldalon Norbi, meg jön Ádám, és elkezdenek egy háromszöget körbe sétálni? Befogják, meggyűrűzik, lemérik, elevesztik.
rádiódot nem raknak szerintem rá. Itt nincs gyűrűzés meg befogás. Itt számolás van. Itt számolás van. Hogy számolják meg ezeket a madarakat? Oké, de ez körbe ment, akkor az már ugyanaz, az kétszer jön. Ez körbe, ez nem az volt. Hagyd, engedd el az verébort. Azért behúzom, hát inkább legyen egyet több, mint kevesebb. Hogy számolják őket? Hát csak felismeri, csak lát, tehát a szakember csak lát különbséget két madár között. Na de honnan tudja, hogy azt már egyszer megszámolta? Lefotózza. Megnézi. A fehér cápának is vannak azonosító jegyei, általában nincs két ugyanolyan. Tudod, akik számolják, az lefotózza, és akkor tudja, hogy ennek a, mit tudom én, a szeménél ilyen folt van. Lehet, hogy a kerecsen sólyom is ilyen. Vagy a rétisas. Mi van? Tehát a rétisas az lehet, hogy egész éve itt van, csak így mondom. Most ne, de most azt a gyönyörű rendszerben, amit fölhívjátottam, egy fél mondatot tönkreteszem. Most te ott dolgozol a Madártani Intézetnél, vagy a Természetvédelmi Egyesületnél, és téged kiküldenek ragadozó madarat számolni, akkor te az, ami elrepül a fejed felett, az nem ismered meg, csak ha a kezedben van. Aha. És ha ugyanaz repül először, akkor ötöt behúzol, egyet behúzol, röptében megmondod, hogy ez ugyanaz a madár, mint amit fél nappal ezelőtt láttál. Aha. Vagy lelövöd, és akkor ja, nem jó. Igen. Na, hogy van? Mondjatok valamit. Hát nem gyorsan is hatékonyan, mert akkor nem telnének ki a 8 óra. Radar? Madárradar van? Halradar van? Van madárradar is. Na, a börzsönyt beradarozod, és akkor egyből meglátod, hogy hány madár. Azt írja, hogy tavaly 563 rétisast számoltak, 220 parlagisast, 3 szirtisast és 7 feketesast. Aha. Na. Biztos az 563? Nem volt még egy a bükk nem, aljában? Nem, az van, hogy egyébként ez különböző tájegységeken jelenik meg csak, és vannak mondjuk ilyen, mit tudom én, etetőhelyek, meg vannak bizonyos, mit tudom én, másik madarak, amik... De honnan tudod, hogy a 483-dik az nem olyan, mint a 280-dik? Na, ez az, amire én azt mondom. Na, mert most az, hogy vannak élőhelyek, persze, élethelyen ez, élethelyen az, itt eszik, itt iszik, ezek tudom, mert ezeket mindenki itt tud következni. De honnan tudod, hogy a 26-dik az nem a 280-dik? A halántéka, mert húzza a ballábát. Hát van fiatal sas, öreg sas. Azt ők meg tudják állapítani. A farktól a hosszúságából. De hülyék vagyunk madárból. Vagy gyerekek, madárból is nagyon hülyék vagyunk. Tehát fából már kiderült, hogy hülyék vagyunk, madárból ott is hülyék van, vagyunk. Nem, mondta jó, a farktól például, az egy egyedi azonosítójel a madaraknál. És honnan tudod, hogy nincs meg 10? Mi? Már nem a számát mondtam, hanem a hosszát. Honnan tudod, hogy hiányzik 10? Honnan tudod, hogy az összes megvan? Tehát én számolok, kimegyek és megszámolok 4 galamot. Megszámoltam az összeset, nem tudom, mert nem tudom, mennyi van összesen. Tehát honnan tudom, hogy megvannak a sasok, mehetünk, mennyi? 563, az megvan, menjünk haza. Honnan tudod? Lehet, hogy az 600 egyébként, de 563-at számoltak. De akkor mi értelme van megszámolni, ha nem tudják biztosan? Mert ez nem ez egy napos projekt, hogy kimegy, és akkor ma nem láttam, akkor nincs. De basztus, az összes sas megy. De nem arra gondolok. Ha mint tudom, én nem találkozom veled hétvégén, az nem azt jelenti, hogy meghaltál. De nem erre gondolok. Valaki leírta, hogy 563 rétisas. Igen. Na. Tehát az egy exakt szám, hogy 563. Itt valaki abba hagyta a figyelést, vagy nem jött több. Nem vagy jöttem. Az első jött újra, és azt mondja, ez már megvolt, ne írd bele, ne számolj, menjünk, haza megvan. Ugye, hogy nincs rá válasz? Hát valószínűleg felosztották. Hortobágy egy ember, Zalamegye egy ember. Délalföld egy ember, Észak-Magyarország egy ember. Mindenki, aki saját régióját összeszámolta, beküldték az adatot, összeadták, annyi van. Nem? Ez sem logikus. Hát de miért? Ez se jön ki. Hát nem egy ember számolja az egészet, nyilván van számláló bizottság. Mi este találkozunk? Mennyit láttál? Mennyit láttál, Józsi? 426-ot. Mennyit láttál? 200-at. És ha két halmazból átjárás van, akkor ugyanazt a madarat x-eltükbe is számoltuk? De ez se jó. Átjárnak a madarak? Nem van egy territóriumuk, mint én egy 3 kilométeres kör. Hát én azt gondolom, hogy ez és van egy megye határ, mint a megye matrica. Hoppá, megye határ. Területhez köthetőek, tudják azt nyilván, hogy hol van a fészkük. Ezeknek a madaraknak, tehát hogy ők nem kolvászolnak, csak nem ugranak át így, hogy hívják egyik megyéből a másikba. Meg hogy, és aztán mint két nap múlva visszajönnek, azok állandóan ott tartózkodnak egy bizonyos területen belül. Igen, és Richelieu írja, erre vonatkozik, hogy nyilván vannak számláló biztosok, akik felkeresik. Hát persze, hiszen tudják, hogy itt lakik, jó napot kell. Önök hányan vannak? Pillanat, megszámolom, 4-en vagyunk, 2 fiúk, 6-an vagyunk. Köszönöm szépen, már nem is zavarok. Itt 6-an vannak, és megy tovább a számláló biztos. Igen. Az, hogy tudom, hogy van egy terület, ahol ő röpköd. Azt honnan tudom, hogy azt egy valaki megszámolja? De honnan tudod, hogy a madár ott van, nincs ott, nem repült át máshova, mert éppen nem számolod? Leül az ajtó elé, és megvárja, amíg hazajönnek. Hát, csak este nem röpköd egész nap. Este csak hazajön az a szerencsétlen madár. Tehát a kérdező biztosok és a számláló biztosok letelepednek a fészek mellé, és várnak.
Igen, szerintem most szerintem nem mondtál butaság, ez valószínűleg így történhet. Tehát nem, ők is mozognak, folyamatos mozgásban vannak, és távcsöveznek. Nem, szerintem ott a fészek környéke valahol ők letelepednek, oda visznek valamit, ami le lehet ülni, és száraz, és talán meleg is visznek. És akkor tudod, hogy az 563 madárnak helyileg hol van az 563 fészke? Szerintem ezt tudniuk kell. Igen, de lehet, hogy ezek házasok 563-an, tehát akkor már mindjárt ugye feleződik, plusz egy-két önálló pár. Azért ezek nem ilyen rajokba repülnek meg, hogy hívják, ezek hatalmas. De mikor van vége a számolásnak? Amikor... Honnan tudod, hogy most kiküldelek ide, hogy Feri, számold meg a kerületbe az összes galambot, soha nem jössz vissza. Hát mikor jössz vissza, hogy te végeztél? Azt honnan tudod, hogy mikor végeztél, érted? Hát galambból több van, mint rétisasból. De most az a kő, akkor számold meg a szajkó, számold meg a 9. kerületben a szajkókat. Matatnál vele egy ideig. Hát ellenmények, nem mondom el, mondjuk, hogy hol keresed, ugye az rögtön ott nekem baj. De ezek az emberek, akik számolják, ők a vidékben élnek, érted? Azt hiszem, magyar... valaki lelövöldözik, őket sorba rakják meg. 563 főnök. Kéne még töltény. Mondjad, mit köszél? Hát, hogy ezek, ők a vidékben élnek, tehát ez tudja, hogy tehát azt akarod mondani, hogy értenek hozzá. Igen, hogy amikor kimegy finoman visszadobod a hogy értenek hozzá. Kimegy a Hortobágyra, akkor tudja, hogy az a nagy tölgyfán, az öreg tölgyfán, a tó mellett lakik kettő, érted? Oda megy, megnézi a fészket, itthon vannak jó. És eljátsz, nem megőrülök, oda teszi a homlokához a kezét. Te most tényleg fölnéztél a fészekre. Fölnézel a fészekre, beárnyékolod a szemed. Tényleg fölnéz a fészekre. A nap van, ne süssön bele, érted? Kettő, beírtam kettő, köszönöm, sasok, viszlát. Igen. Mész a következőhöz. Hát ért hozzá, ez kizem. Most őszintén, kimész, hogy itt terem a mezőre, a falunk szélére, és azt látod, hogy ott legelészik 30 darab tehén. Tudsz köztük különbséget tenni, így elsőre meg bocsánat, tudom, azért 563 repkedő, helyet változtató rétisas és 30 darab tehén között azért azért egy kicsit nagyobb a különbség. Legalábbis azt érzem, hogy madár repül, messze van, nem látod, a tehén áll, nem megy sehova és utoléred. Csak szerettem volna egy kisebb problémát felvetni, amivel szintén nem tudnál megbirkózni. Na, viszont az, aki ott lakik abban a faluban, kimegy, és megmondja, hogy ez a 19-ben, ez a Marikájé, ez meg itt a Terié. És simán megmondja. Na, a madarász mert minden nap találkozik. Így van. Mire megy a sas? Mit teszik a sas? Dögöt teszik, vagy élő állatot kap el? Szerintem is. Is? Is. Mert az ugye az jó, hogy a élelemmel csalogatod, és akkor az odajövő sasokat összeszámolod. Laikus. Meglehetősen laikus. És hogy közel legyen... Elkezdesz egy félnyulat lengetni a fejed nagyon fölül, és oda jönnek a rétisasok. Nagyon jó, mert az ráadásul... Most már elvárosiasod, de az azért is, te jó, is erős. Fölemeled a sast, és futsz vele, vagy a ízét a nyulat, és futsz vele a mezőn, mert akkor le is csap rá. Maximum a villámcsap beléd, igen. Fussál, Feri, fussál, számold a sasokat. Nézd a hülyed, ott futod. Elküldenének számolni, ők meg szépen megszámolnák. Hát én láttam tegnap, hogy tegnap előtt egy természetfüggönyöt, például, mit tudom én, ilyen kamu teknős békákba rejtettek kamerát. Kimegy a madarász, hatalmas nyúlnak költözve a mezőre, ott rohangál föl alá, érted, rácsapnak hárman. Tehát, hogy időről, érted, oda repül majd egy rétis, és megpróbálkozik vele, hogy felkapja a 90 kilós madarászt, nyúlnak költözve, nem sikerül neki, de meg tudja számolni. Nem győztetek meg, srácok, ezzel abszolút nem győztetek meg. De miért van az, hogy te felvetsz egy kérdést csak azért, hogy bebizonyítsd, hogy mi vagyunk a hülyék? Mert ez a műsor, ez így van kitalálva. Én kérdezek, ti nem tudtak. Én kérdezek, és aztán bebizonyosodik, hogy nem tudtak válaszolni. A kutyafáját egyes, gyerekek. Sajnos egyes. Meddig figyelnél például egy fészket? Én nagyon szívesen kimennék madarat figyelni. Én megnézném, hogy ez valójában tényleg hogy zajlik. Engem minden érdekel, amit én nem tudok. Tehát én elmennék madarat számolni valakivel, aki elmondja, ez itt fészkel, ennyi tojást rak, itt lakik, ide költözik. Na, én csak addig szeretnék élni, szép hosszú életem lenne, amikor te majd kimész majd madarászkod. Egy lényeg, el lehet venni kocsival a fészek alá. Gyerekek, ha kocsival meg lehet állni, ott vagyok. Ha 600 méternél többet nem kell sétálni, nagyon szívesen megyek. Komolyan nagyon szívesen kimennék csak. Csak. Be lehet-e menni, igen, a tájvédelmi körzet autóval. Madarász uram, itt van a lista, nézze csak meg, parancsoljon, itt van a csak. Van-e oda földút, betonút, ha megy a kocsi, akkor megyek én is. De mit kezdtél mondani? Nem is tudod, mit kezdtél. Ja, dehogy nem, hogy ugye... Te paraszt. Te buta paraszt. Mi nekünk jött belőle. Mit akartak ezzel? Azt se tudod, hogy mire vagy kíváncsi, te buta paraszt. Hát én kérdezek erre, te se tudod, mit akarsz kérdezni. Hát hogy akarsz így felelni madártamból? Hogy felvetődik bennünk buta parasztokban a kérdés, hogy meddig figyelsz egy fészket? Honnan tudja, én csak egy buta poli vagyok, Feri. Egy ilyen egyszerű kérdés, hogy hogy számolják a madarakat, se tudtok válaszolni. Komolyan nem is értem, miért tudok. Mert mi van a fészek elhagyókkal? Találsz jó a kérdés, fészket, ez már tetszik. Találsz egy fészket, amiben azt gondolod, hogy a parlagi sas lakik. Visszajön. Igen.
és ott ül szaladta. Ha mondjuk egy hétig nem jön a parlag is, akkor elment rokont látogatni, külföldön van, stb. Vagy nem lakik már ott. Hát vagy elpusztult szegény. Igen. Tehát aki figyeli a fészket, az tudja, hogy mikor jön vissza. Hát ott ismerni kell a rendszerességét a sasnak. Nem nagyon egyszerű egyébként, hogy annak a sasnak a neve mellé beraknak egy kérdőjelet. Na de akkor hova teszed? 563-ba? 563. Ja. Mindig a mondat mögé. A kérdőjelet mindig a mondat mögé teszi. Értem. Gyerekek, engem ebben az érdekel, hogy tulajdonképpen ez is itt történik körülöttünk, és az ember mégis mennyi minden nem tud a világról, ami körülötte zajlik. Tehát ez 50 kilométerre tőled zajlik, 100 kilométerre, és hogy mennyi minden van, amit még nem tudunk. Nem, ez az egész arról szól, hogy te minden egyes nap, minden adásban sziszi-fuszi erőfeszítéseket tesz, hogy bebizonyítsd, hogy mi nagyon hülyék vagyunk. De te legalább bevallod. Gyerekek, én azért vagyok itt, mert van egyfajta nyitottságom a világra. Kérdezek. Sajnos két olyan ember elülök itt, akik semmilyen kérdésem nem tudják. Nem, tudom, a kérdés sajnos semmilyen nem tudjuk a választ. A te kérdésének hát a 90%-a az az, hogy és ez kit érdekel? De nem, komolyan mondom. Kocsányos tölt, kit érdekel? Na hát a kocsányos tölt, dögunalom. Fostos bugybóka, kit érdekel? De hogy ezeket a madarakat vannak emberek, akik megszámolják, ez számomra szimpatikus, ez nekem tetszik. Aha. Tehát, hogy van egy hivatás, hogy te madárszámoló vagy a Madártani Egyesületnél, és kimész, és valójában tényleg tudod, hogy hány madár röpköd a fejed fölött, ez szerintem nagyon érdekes. És amikor eljön az idő, és egy ilyen madárszámláló kimegy, és egy bizonyos fajta madárból nem talál egyet se, igen, akkor azt mondja, hogy kihalt? Na, holott még lehet, hogy megbújva a vértesben van egy pár. Jaj, ne okoskodjál már, most próbálsz meg itt érted. Hát mi? Az vagy, ami Feri, az egy idős bunkó, az egy nem gond, csak baj. Eszembe jutott. Feri, ez már nem kettes, ez már nem görbül, sajnos. Na, hogy van, én meg a vidéki bunkótál, meg a proli bunkó. A butaparaszt, vagy én meg a butaproli. Most rám haragudtok, hogy kérdezek valamit, amire nem tudjátok a választ. Tessék olvasni, és tessék ezeknek a kérdéseknek utána. Én ahhoz is hülye vagyok, hogy haragudjak rá. Hát most mit csináljak, ha ti átsiklotok az ilyen hírek felett, hogy január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat, és ezen fél óráig melózom agyban, hogy hogyan fontos számolják ezeket a madarakat. Nyitott vagyok a világra, vannak még kérdéseim, ezeket felteszem. Hát, ha ti nem tudjátok megválaszolni, most ne rajta mélyétek ki a frusztrációtokat. Ja, ráadásul még ez is. Tudjunk a betegek. Tehát most komolyan mondom, nem értem. Egyre dühösebb. Személyiség zavaros buta paraszt, illetve proli. Egyre dühösebbek vagytok, holott én csak egy nyitott műsorvezető vagyok, aki mer kérdezni. Hát most gyerekek, van egy madárszámlálónk. De már nem úgy értem, hogy nyomkodom, és egy-kettő digitális vagy analóg. Egy-kettő, nem tesz tűvád ezek, amit nyomkodnak. Mit mondtál? Ne akarja bennünket megvezetni. Hogy nem, tényleg van valaki jelentkezett, aki madárszámláló. Hogy most ez kiegészítő foglalkozás, vagy ez van a névjegykártyán, hogy madárszámláló, nem tudom. Soma itt van velünk, haló, jó reggel. Sziasztok. Elég rosszul hallott téged, a vonaton vagyok, mindjárt szállok. Persze, madarat számlálsz vonatról. Na, így van, vonatról üdvözöl egy mét is. Örülök, hogy bejelentkeztél, legalább tényleg valami értelme van ennek a megszólalásnak, hogy mit humorizálunk, hűlünk, meg szívjuk egymás vérét, de közben valójában tényleg kiderül, hogy hogy számolják a madarakat. A túlzási madárszámláló vagyok, én Felsőbüden lakom, és van egy társaság nálunk, akiknek ki van osztva ez országos szinten, ilyen körülbelül 2,5-2,5 kilométerekre van osztva ország, és ezeket ki vannak rendelve emberek, akik határozott időben, egy bizonyos napon, bizonyos órán belül bejárják körbe ezt a 2,5-2,5 kilométeres négyzetet, és ott felírják, hogy milyen madarat látnak, hány darabot, ez persze pontosan, illetve van egy olyan kis adatlapjuk, amin bejelölik, hogy északi tájolás szerint körülbelül a megfigyelési ponttól, ez a négyzeten belül vannak megfigyelési pontok, hány méteren belül vagy kívül láttak hány darab, milyen típusú madarat. És persze ez bekerül a végén egy közös adatbázisba, és ott összesítik. Soha nem lesz ez pontosan egyértelmű, de minden madár valahol van. És akkor neked be kell jelölnöd azt például, hogy merre repült ki a te négyzetedből a madár? Ne és fejjük oda, Józsi, átment hozzád, ezt már eszemszor megszámoltam. Én madár nem. A megye határán át kiabálsz, hogy át már nem megyek, mert matrica van, de ez a tiéd, Józsi, kapd el! A törött szárnyú. Én elmondhatom, hogy mivel amatőr vagyok, hogy azért általában bejárjuk egy 4-5 óra alatt, itt az első pár órában sokkal fontosabbak az információk, mert ugye január első napjában vagyunk, elég hideg van, és így kell vinni valami védőitalt is. De igen, ez úgy van, hogy nagyon fontos, hogy a megfigyelési ponthoz képest 50-100 méteren belül van ez a madár, vagy kívül, milyen irányban, mert gondolom ezeknek a négyzeteknek az átfedéséből azért már tapasztalat szerint van valami, gondolom, program, ami kiértékeli, hogy azért lehetőleg ne legyen duplikálva két ilyen
területen ugyanaz a madár, vagy legalábbis kis százalékba fogja átfedni ezeket. Értem, ez a legjobb meló. Bemész, látsz, amit repülni, beírsz egy számot, hazamész. Hát ez... Megdobok közben egy feles, de egyébként szünetmentes és közben kicsit leriszegettek. Na, biztok is. Egyébként szünetmentes áramforrásokkal foglalkozok, úgyhogy most lehet, hogy valaki megszáfolja ezeket a híreket, de itt felsőgöd határában mi így csináljuk évente, kétszer májusban megjelent. Mi van, ha nem ismered fel a madarat? Látod, hogy repül, de nem tudod milyen madár, akkor odaraksz egy repülő madarat, lerajzolod és egy kérdőjelet rajzolsz mellé? Vagy mit csináltok akkor? Nem, erre jó esély van, mert én nagyon reméltek a madarakból, távcső, és van azért köztünk olyan ember, aki tényleg a madárt, ami intézve neked ezzel éve csinálja, ért hozzá. Én néha meglepődök, hogy hang és nagyon távoli kis repülés fajtából, a szájncsapkodásból, mindenből megmondják rögtön. Na de ő nincs ott melletted, hát amikor rajzolni kell egyedül, vagy nem? Vagy ott van melletted? Nem. Hát mivel ez évente egyszer-kétszer van, ilyenkor 6-8-an összejövünk, és mondjuk az egy kicsit nehezebb, mikor egy rajzfelszáll és ilyen 100 darab madár körül van, szóval satszolni lehet csak. Rajzolj, Józsi, rajzolj! Nem, itt csak egy pontot rajzolunk, körülbelül hány darab. Aha, hát ott az nehéz lesz. Figyelj, és tényleg nem tudtak otthon a feleségeknek mit mondani, hogy elmentek közösen inni? Tényleg kell ez a madárszámolás? Igen, ez az egész alibi duma, mint a madárszámolás, hát ez igen. Ezzel már túl vagyunk, a bukták megvoltak, úgyhogy ez már nem program. És mi volt az utolsó madár, amit felismertél, arra emlékszel? Persze, a dolmányos varjú, azt mindenki felismeri, vagy a sima varjú. Na, mondjad a dolmányos varjú jegyeit, Balázs? Hát fekete. Is. Egyébként tök úgy néz ki, mint a normál varjú, annyi, hogy a mellén látsz egy ilyen szürke folt, és sokáig azt hittem, hogy vedlenek télen a varjuk, az ilyen foltosak. Hát kiderült, hogy az a dolmányos, mert egy mellé van rajta. Ennyi a különbség, hogy nem teljesen fekete. Könnyebb azonosítok meg. Akkor te ezért nem kapsz fizetést, tehát ez egy hobbi jellegű dolog tulajdonképpen. Persze. Uh-huh. Hát aztán, akivel én megyek, az mit akarsz le pénzt, azt nem akarom tudni, akkor lehet, hogy megharagszok rá. Aha. De. Na jó, de legalább akkor valami képünk van erről, hogy ez hogy zajlik. Érdekes, szerintem. Uh-huh. Köszönjük szépen, Csoma, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Jó munkát neked, ciao. Madárszámláló. Hát, ez se lehet egyszerű. Megvan az alibit hétvégére, Feri. Bizony. Majd jössz az a kis papíroddal, seregély X. Dökkesejű 10. Fröcs 20. Igen, orszarvú 3. Feri, nagyon bevoltálunk. Nagyon megalakultatok. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Nagyon aranyos vagy, Zsül, ezzel a szignállal. Köszi szépen. 9 perc múlva az 7 óra. Szevasztok. Nincs szabadságon senki. Dögrováson van az egész csapat. Mind családilag, mind egyénileg. Ugye Jani egész héten nem is volt. Holnapra már tervező, hogy visszaérkezik, ha ma doktor bácsi azt mondja neki, hogy nem fertőz. És hát Balázsikat is elérte a nyavaja. Én meg már megittam a kávémat, amikor a főnök írta az SMS-t, hogy fie, alvás van mindenkinek. Itt vannak a jó kis best-of-ok, ezt fogja hallgatni a nép, megmondom az Annámat, meg az én Zsülömet nem hagyom itt egyedül, Ákosról már nem is beszélve. Egyébként, ha egy ilyen rövid helyzeti jelentésre kíváncsiak vagytok, akkor a következő történik, Anna takarít. Ilyet nem láttál még, az előbb bejött. Én azt csodáltam, hogy az Ákos nem fújtott körbe azzal a vacakkal, ami a kezedben van. Van egy számítógép ápoló spréje Annának, és ezzel elkezdett itt mindent fújdogálni. Köszönjük, Anna, nem kérünk, mert figyelj csak, Szívi, mondanék valami, nem lehet tőle lélegezni. Csak mondom. Olyan tiszta a gépet, hogy a tekinteted elcsúszik. Ja, ezt már megtakarított. Negám. Látszik, köszönöm szépen. Igen, mondom, egy baj van vele, hogy ahogy ezt szétfújod, azt gyönyörűen ide rámegy a torkodra, és gyakorlatilag beledög lesz a dologba. De azért nyugodtan, jó? Van egy szag. Egyébként jól látod, most jön be majd az Ákos valamikor a hírekre 7:30-kor, ugye, és akkor megyek pucolni a gépét. Az övét is? Persze, mindet végig takarítom. Megkért rá téged, vagy ez most így deked egy lövés? Ez grátis most. Nem, most nincs itt senki. Jani gépét is rendbe tettem. Most megyek oda, megnézem a Bali gépét, vírustalanítok. Aha, hogy fújok. Fog elülni a Zsül is? Jó van, köszönjük Zsül, szépen. Ott téged is rendbe raklak rögtön, mindent körbe takarítok. Megőrültök. Köszönjük szépen. Azért hallgatót hívtál a játékra? Ott vár a vonalba, abszolút. Ja tényleg, hetes hírek jön még csak. Hát akkor azonnal megyek pucolni gépet. Nem várok 7:30-ig. Gyerekek, nincsenek itthon, hogy van a
macskák rögtön elkezdenek cincogni az egerek, de nem is baj ez. Viszont rettenetesen hideg van, ilyen mínusz 10-11 fokokat jeleztek nekünk egy csomó helyről. Most nézem az időjárás jelentés, szombat felé ez egyre inkább eltűnik. Majd vasárnap már csak éjszaka plusz 1 fok lesz, és napközben pedig 10. Lajos Mizsei vonalon 2-30 perc késések vannak minimum. Bálint írta, köszi. Dorog mínusz 10 fok, befagy a fenekem. Tikó, Nógrád megye mínusz 13 fok, és van egy elég súlyos baleset az egyes főúton, a 156-os kilométer környéken Moson-Magyaróvár irányába. Ezt pedig Szolostól kaptuk. Köszi, írjatok nyugodtan, és akkor én továbbadom az infókat. Ma tehát nincs sem Balázs, sem Jani. Reméljük, hogy holnapra minden visszáll a régi kerékvágásba, úgyhogy ilyen ismétlő válogatással szórakoztatjuk magunkat és benneteket, de úgy döntöttem, hogy nem hagyhatjuk a fekete-fehér igen nemet. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Na, az a szánalom maga lenne. Még egy zsűr, na! Köszönjük szépen a lendületet. Ilyenkor szoktunk Janival egy kicsit így bosszantólag belenevetni a mikrofonba, hogy hát ha megsértődik a játékos, de hát most már egyedül vagyok, ez végképp okafogyott lenne. Böbi, szia! Sziasztok, hello, szia! Hello, drágám, honnan hívsz bennünket? Vagy engem? Téged, igazad van. Most Békés Csabán vagy jelenleg. De szeretem, hát az azért szülővárosom, illetve a szülőfalvam van amellett, de hát én magam Békés megyében. Én nagyon jól tudom, én felkészültem belőled. És ott is laksz, Csabán? Nem, Mezőberényben élek. Mezőberény, azonnal mennyi? 10 kilométer? 12? Hát, úgy körül, úgy körül, nem sokkal több. Nem. Mi a munkád, mit csinálsz ilyenkor kora reggel? Igazából a párom is játszott veletek, meg a nővére. Na jó, húzzatok te tényleg, Anna! Figyelj csak, és ők nyertek? Nem, sajnos. Ja, jó van, azt hittem, egy gyilkos családot engedsz rám, Anna. Nem gyilkos családot, de nekem viszont most bizonyítanom kell. Ki előtt? Előttük, vagy magad előtt? Hallgatók előtt? Itt az egész család hallgatja, mindenki hallgatja. Aha. Jó, mondjuk arra a kérdésre nem kaptam választ, hogy tulajdonképpen akkor neked mi a munkád. Várom, egy budapesti cégnél dolgozik, úgymond, egy vállalkozásban, és neki vagyok a szórólap vezetője. Szórólap vezető? Így tehát van. Te nem szórólapozol, hanem vezeted azokat, akik szórólapoznak? Vagy te osztod le a melót, ki hova dobja be a szórólapot? Így van, igen. Aha, jó. Rendben van. Na, Böbi, nem kérdezem meg, hogy kivel akarsz játszani, mert viszonylag rövid a szórás, tehát hogy így egyedül vagyok. Úgyhogy el is indítjuk az órát, és akkor kezdjük a játékot. 3-2-1 rajta. Te Erzsébet vagy, ugye? Erzsébet vagyok. Abból van a Böbi. Viszont most én kérdezem. Szeretnél? Tessék. Igen. Akkor köszönöm szépen, Erzsikém. Sírva kérlek, édes csillagom, 2 perc, 25 másodperc reklámunk van. Úgy számítottam erre a rohadt 1 percre. Érted? Megcsináljuk, végignyomjuk az 1 percet, elindítjuk a reklámbokot, erre a 5. másodpercre benyomod. Igen. És még... Hát ez nem semmi. Imádlak, hogy ezt így szereted. Imádlak életem, hogy ezen ilyen jókat rajogsz. Figyelj, azon... És ráadásul ugye érezted is, hogy ebből baj lesz, elkezdted mondani, hogy így, és aztán befejezted, igen. Hát ezt gondoltam, hogy így fog. A lényeg az, hogy nem kaptál ki. Mert nagyon, de egyébként Balázsral szerettem volna játszani, ezt csak így mondom. Uh-huh. Mert nagyon-nagyon haragudtam rá. Miért? Mi elbánsz szegény, tehát betegen otthon fekszik ő is. Ilyenkor nem haragszunk senkire, tehát ilyenkor a betegekre és azok, akik melóznak helyettük vagy értük, azokra abszolút nem lehet haragudni. Nem, azért, mert nagyon szerettem volna egy bögrét, és a párom nem tudta megnyerni. Hát most ez nem lesz meg, majd legközelebb, jó? Sajnos, jó. Oké, Böbi, köszönöm neked, puszi, szia, vigyázz magadra, üdvözlöm a Békés Csabaiakat, hello! Szia! És ezzel ugye ez a hét is elment, mert 3-0 most a mi javunkra, úgyhogy ez a 7. hét, amit megnyerünk ebben az évben, eddig a hallgatóknak még nem sikerült hozni hetet, kisebb győzelmeitek vannak, reméljük, hogy ez így is lesz, de ugye akkor a holnapi játék az innentől kezdve már tét nélküli. 2 perc múlva lesz 7 óra, egyedül ma én egész nap, de azért természetesen veletek, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infók, és utána az elmúlt év legjobb anyagaiból válogatunk szépen, tovább jönnek a best of-ok, előtte azonban Ákos a hírekkel. Ez a Morning Show 9 perce 7 óra után, szevasztok, az aggódást szeretem a hallgatókban. Érted, hogy elmondtuk, hogy mindenki beteg a stábban, én is csak azért jöttem be, mert megittam a kávét, mikor a főnök írt, hogy nyugi van, aludjatok, menjenek a best of anyagok, az aggódást szeretem, következő SMS-ek jönnek, ugye a többi játék sem marad el.
Többi játék sem marad el, és aztán még odaszúrva, hogy jobbulást Janinak és Balázsnak. Nem marad el, akkor ezeket megtartjuk. Hát ha már itt vagyok, akkor legalább ezek legyenek meg. Viszont az anyagokkal megyünk majd tovább. Előtte néhány infó. Árpád híd Pest felé a külső sávban egy busz lerobbant, ezt Vikitől kaptuk. 15. kerület szemétégetőnél gázolaj ömlött az útra, és ez nagyon csúszik. Valamint az egyes számú főútvonalon van egy nagyon nagy baleset Moson-Magyaróvár felé a 156-os kilométerkőnél. Erre érdemes odafigyelni. Az SMS számú 0-76-45-00-00-00. Mit lehet jelentkezni akkor a kis zenei játékunkra, az Óven bácsira? Ez lesz majd óra végén, megjöhetnek a közlekedési infók. A kultúra mély tengerében fogunk most elmerülni, mert egy gyerekversre akadtunk néhány hónappal ezelőtt, és azt próbáltuk kideríteni, hogy na ezt most meg hogyan. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Tapasztaljatok meg, a következő a helyzet, hogy ugye mi a három kultúrára és versekre nyitott férfi egy olyan dologba fogtok most belefutni, ami a 9. osztályos magyar nyelv és kommunikáció tankönyvben van benne. 9. osztály, ez ugye akkor 15 évesek gyakorlatilag, tehát ez gimnázium első megfelel meg a mi régi szocialista agyunkban, a Jani valahogy te szoktál volt fogalmazni. Neked már nyilván mond ez valamit, hogy 9. osztály, nekünk ez még ugye a gimnázium egyes. Lackfi Jánosnak hívják a költőt, és állítólag ő egy nagyon népszerű, nagyon komoly művekkel rendelkező fiatal ember, aki belekerült a 9. osztályos magyar könyvbe. Idéznék a versből, szeretném, hogyha segítenétek rajtam, mert én nem értem. Egyrészt azért nem értem, mert már 44 éves vagyok, ez fiatalok nyelvezetén íródott. A feladat a következő: milyen jellemző képzőket használ Lackfi János Véletlen című versében? Így kezdődik. Ja, hogy ez egy konkrét feladat volt, igen, és beletettek egy olyan verset, amiről most megy a vita, hogy odaillik-e tulajdonképpen. Így is van. Na, elolvasom nektek a verset, tehát mondom, ő jellemző képzőket kell, hogy keressen a gyerek az iskolai tankönyv szerint. Csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedten. Kukisali parival az étrendem, szolimoci tekila az én trendem, koviubi pörivel a kedvencem, lekipali csokival jaj vétkeztem. Ez csak a fele volt a versnek, hogy, nem hogy akarlak. Na, nem akarlak tovább terhezni, vagy terhelni. Csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedten. Kukisali parival az étrendem, szolimoci tekila az én trendem. Még akkor ezt legyetek szívesek, aztán én elengedem. Milyen? Kukisali parival. Kukoricasaláta paradicsommal. Hey! Igen, az étrendem jó. Szoli, moci, tekila az én trendem. Aha. Tehát, hogy szoláriumozom, igen, motorozom és tekilát iszom. Aha. Aha. Ez egy modern vers, én utána néztem a dolognak, a költő nem könyvbe szánta, már úgy nem tankönyvbe szánta, ő gyakorlatilag egy paródiát írt, hogy a mai beszélt nyelvünk, amiben ugye nagyon sok rövidítés van, erről is beszéltünk már, a kafa, frankó, meg akármicsoda, azt, hogyha ennyire töményen használod, akkor az értelmezhető-e? Uh-huh. Vajon, hogy most ez kell, vagy nem kell egy tankönyvbe, az nagy kérdés. Szerintem, igen. Na, megint veszekedni fogunk. Szerintem nem. Szerintem marhára nem. Szerintem nagyon. Szerintem nagyon. Te kezded, vagy kezdjem? Mert így után verekedni, figyelj, fogunk. Szerintem azért nem, mert ez pontosan az a nyelvezet, amit a hétköznapokban is ezek a diákok használnak. Hogy fogsz te értelmezni olyan versét, hogy miért kéne értelmezned, hiszen minden sorát érted, nap mint nap használod ezeket a dumákat, ezt a szlenget gyakorlatilag, amiből íródott a vers. Tehát gyakorlatilag semmiféle elemzés nem történik, egyszerűen csak elmondod séróból azt, amire nekünk mondjuk így hosszas töprengés után kellett rájönnünk így 45 felé. Uh-huh. Értitek? Tehát akkor mit elemeznek? Hát nem tudnak elemezni. Én ezt nagyon máshogy gondolom. Én nagyon örülök, amikor például az irodalom végre kezd olyan irányba elmenni, vagy az oktatás, hogy modern dolgokat emelnek be. Tehát amiről pont 7 órakor beszéltünk, de kicsit folytatva azt a vitát. Tehát amellett nyilván, hogy ők Adit elemeznek, ha ez egy paródia és bemutatja, hogy ők egyébként milyen nyelvet beszélnek, és tényleg 160 karakteres nyelvet használnak, így fogalmaznak, hogy ez most jó vagy nem jó, ez megint egy kérdés. Szerintem nem jó, nem tudnak rendesen írni, fogalmazni, beszélni. Más eszközöket használnak, más nyelvezetük van, ez teljesen egyértelmű. Ez nem biztos, hogy jó, nem is fognak talán olyan választékosan beszélni, mint mondjuk az ő szüleik, de ahogy a nyelv egy élő dolog, ahogy az változik, változott a mikorunkban, változik az ókorunkban is. Szerintem azért jó, hogy egy ilyet beemelnek, mert sokkal szívesebben elemez egy tizedikes gyerek egy hasonló verset, ami megszólítja, amire reagálhat, amit felismer, amit tud, mint hogy elmondják, hogy nem tudom, mondjuk József Attila óda, és akkor elemez nekem az ódát, és akkor szeretlek, mint mélyüket a hallgatnak vermek, meg nem tudom, mint fényt a nem tudom.
Érted? Tehát, hogy és ott ül a gyerek, és elemzi, és próbálja, és nyilván kell, hogy olvassa József Attilát, de nincs ezzel baj. Tehát, ha ilyen irányban nyit az oktatás, hogy ezeket bemerik emelni, meg be tudják emelni, tök jó. Hát miért ne elemezzen egy ilyet a gyereket? Ez az élő nyelvük. Ezt használják most. Tetszik, vagy nem tetszik. Jobban felkapja rá, de nem is. Nem, hát ez egy paródia nyilván, tehát gondolom, hogy ez a kikarikírozása annak, amit ők valójában használnak, rövidítve beszélnek. Érted, pont erről beszéltünk a múltkor. Ú, de pró. Ezt mondja a gyerek. Hát a hajam feláll. Hát megőszültem abban a megszólásban, amikor elmutat, hogy a virág ezt megy nyomja. Ú, de pró. Professional, profi vagy, érted? Hú, de pró. Hát a Beni először ilyet mond, hát biztos, hogy betérdelek. Mi van? Mit mond? De beszélj már rendesen. Mondanád szülőként, hogy beszélj rendesen, aztán rájössz, hogy most vagy leneved erről, vagy megpróbálod megérteni az ő nyelvét, elfogadni, és egy kicsit jobban te asszimilálódni a saját nyelvében, mint hogy azt mondod, hogy tessék helyesen, választékosan beszélni, nyilván fontos, de az ő nyelvét a fiatalokkal, ő azt fogja használni. Nem támasztod alá a slendriánságot ezzel, hogy még nem itt gondolom, is nyomod, hogy slendrián. Az, hogy csomizom a ruciba a habtestem, tulajdonképpen ezt már más... a nyelvi slendriánságot, érted? Vagy egy picit a modernet, amiről már meg... mondtuk, hogy mindig az ráadásul egy naponta változó, kis túlzással egy naponta változó nyelvezetről beszélünk, igen, de... mert ennek a slangnek a nagy része mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva már elavul. Hát igen, de hajlamosak vagytok szerintem az oktatást egy kicsit úgy túlértékelni, hogy a gyerek elolvas egy ilyet, és akkor már biztos így fog beszélni. Dehogy is. A gyerek elolvassa ezt, és lehet, hogy így is beszél, a gyerek úgy beszél, amit hoz otthonról, a gyerek úgy beszél, amilyen könyvet kap a kezébe, a gyerek úgy eszik az asztalnál, ahogy te eszel az asztalnál, a gyerek azért olyan irányba megy, amit te mutatsz meg neki, nyilván nem irányítani akarod, hanem felkelted az érdeklődését. Tehát szerintem ezzel semmi baj. Ki kell lépni ebből a nagyon-nagyon-nagyon régi módi, poroszos, Adi, Babics, Jókai, Baradlai ödönféle körből, nem ismételve magunkat is a 7 órás megszólást. Én nagyon örülök, ha ilyet látok, vagy ha a Beni tankönyveiben majd ilyet látnék, hogy elemez egy Adi, de nézzük meg egy ilyen verset, egy hiszen ilyen kortárs, mondjuk játékos, tehát a játékosságot azt nem lehet tőle egyébként elvitatni, és az nekem nagyon szimpatikus benne, az nem tudom, hogy maguknak, a diákoknak lejön-e, hogy azért ebben rengeteg irónia van. Húsizik a Fatim is a műhelyben, vegyi gyümi üviben a sparhelten, depizik a szaniban a muterken, dobicigi dugiba a farzsebben. Dobicigi? Hát ezt gondolom a dobozos cigi, nem? Így van, dobozos. Hát mi más lenne? Hát csak te vagy a fiatal három közé. Értem, még azt legyőket. Balázs érti, Feri szívja. Dobi, mondom, mi az a Dobi? Könnyi szívi, ne hari, ha tévedtem, Liki-Lötyi pasival azt végleg nem. Vidik az izacsiban a víkendem, csörizi a telimet a véletlen. Na, ez a jó, a vegyi gyümölcs, érted, a vegyi gyümölcs. Tök jó. A sparheltet, én még a sparheltet is értem, tudod? Viszont ott azért megbicsaklik egy kicsit a dolog, hogy vidik az izacsiban, hiszen azért ez egy elég régi történet már. Én már nincs nekik olyan. Nincs ez, egyébként nem hiszem, hogy így beszélnének. Tehát, hogy azért nem mekkora a baj. Szülői felháborodás van ebből, hogy óriási, mit keres óriási, egy ilyen mit keres benne. A tankönyvben. Igen. Nem ettől fog a gyerek elromlani, nem ettől fog rondán beszélni. Hát mi van, ha ettől jön meg a kedve olvasni, vagy elolvas ettől az írótól, költőtől, műfordítótól még két dolgot, érted? Hát nem kell szerintem. Lehet, hogy itt a tini bugyi gumival van baja az olvasó. 13 évesen tini bugyi gyerekek, 12-14 évesen aktív szexuális életet élnek, hát ne dugjuk a fejünket a homokba. 13-15 évesen kíváncsi egy kutatás, hogy a fiatalok hány százaléka szűz még, mondjuk 15 évesen, nézzük meg, 10-12 évesen csókoloznak, randiznak, hát felnőttek, nézd meg egy 12 évest, hogy néz ki. Jön meg egy Facebook randi. Nem mondom, hogy jó, és nem igazolom ezzel ezt, de vagy felveszed ezzel a fordulatszámot, vagy azt mondod, hogy már pedig 20 éves leszel, mikor elveszed a szüzességet, nem fogod tudni megállítani. Annyira gyorsak, annyira korán érőek, hogy egészen más ez a generáció. Tehát szerintem nyitnunk kell nekünk is szülőként, és azt mondja, legyen benne egy ilyen a tankönyv, miért ne lenne, olvassák el, nincs ezzel baj. Szerintem nekem... legyen mellette egy Adi, és aztán elemezzék az Adit is, persze. Ha van nekik olyan, hogy munkafüzet, ott például tökéletesen el tudom képzelni, feladatként, házi feladatként, nagy gyerekek következőről van szó, mutatunk nektek egy verset, Lackfi János műve egyébként a történet, az a címe, hogy Véletlen. Arra szeretnék kérni benneteket, hogy a saját magatok által használt nyelven, a saját nyelvezeteteken írjatok a holnapi órára egy verset. De biztos csinálnak velük ilyeneket, nem? Tudom, én nem tudom. Tehát, hogy ilyen, ahogy ezen a formában, hogy írjatok, hogy oké, jó, nem vérnász a zavaron, jó, felejtsétek el, ne Adinak a nyelvezetébe, a saját nyelvezetekben, azzal a nyelvvel, amit nap, mint nap használtok egymás közt, írjatok egy nem tudom hány strófás verset. Lehet, hogy ezt csináltak. És ez tök jó például. Tehát ebben a formában el tudom képzelni.
Mert az kreativitást fejleszt, érted? Tehát a gyerekeket kicsit közelebb hozza a versekhez, stb. Tehát úgy akár még működhet is. De ezen ugyanúgy zavarná a szülőket, most a fogalmazást íratnak belőle, mint a tankönyvben van. Tehát nagyon nem érzem, hogy a szülő meg. A szülőket általában a személy zavarja, aki mondja. Tehát most a szülő elolvas, ott van a tankönyvben, akkor nem örülök neki, ha fogalmazást ír belőle a gyerek, akkor örülök. Hát ha ott van, akkor mindegy, hogy milyen feladatot adnak a gyereknek, akkor szerintem az ugyanúgy zavarja. Tehát akkor attól a haja feláll az égnek. Na, itt van az író, ugye? Sikerült őt megszerezni. Laci János. Jó reggelt kívánunk, hello János. Jó reggelt, sziasztok. Csumi Johnny. Hello. Szépen olvastam fel a verset, nem tudom, hallottad. Nagyon szépen, igen. Az élete néha egy kicsit uncsi, meg illirombi, de az én ezen beszabehoztam. Figyelj, te tudtad, hogy ezt beemelik, vagy te is szembesültél vele, és láttad, vagy szóltak, nem, hogy egyszer csak, hát figyelj, beemelték a versedet. A küldték, szerződés, mindent, tehát ez teljesen rendben volt ilyen tekintetben, és végül is lehetett volna, ugye ez egy nyelvtan tankönyvben benne van, azért ez nem egy mellékes árnyalat, tehát lehetett volna egy ilyen szószedetet, hogy hogyan beszélnek kedves gyerekek a mai fiatalok, szépen sorba szedik ugyanezeket a szavakat, lehet, hogy van rajta egy kis vihogás, de olyan nagy nincsen. Érdekes, hogy itten szerintem az ütötte talán ki a biztosítékot, hogy ez versbe van szedve, és a versek azok komolyak, és mondjuk, hogyha Arany János azt írta, hogy ki vagyok ilyen senki pál, egy fájógép, mely pipál, az ugye megint nem jó, nem passzol a tankönyvbe, csak hát Arany János nem lehet anyázni, meg ezt nem teszik be a tankönyvbe. Meg hát azért vannak ennél cifrábbak is, mert nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a hálózsák szavunk az például csicsizacsi mától fogva, tehát hogy azért az egy csicsizacsi, azért az mennyire király már. Halálos baleset, halibali, és így tovább. Szóval ilyen, ez nagyon-nagyon lazi történet. És azt is láttam egy helyütt, hogy ki van írva Halottak napja környékén a virágboltra, hogy halinapi koszikák nagy választékban. Ezt nem mondott komolyan. Komolyan. Pontosabban nem én láttam, csak szokás az embernek eltulajdonítani, Vég Attila költő kollégám. Úgyhogy ezek léteznek. Sőt, a zöldséges, a déli pályaudvarnál ott szegény hajléktalanok ezek a kartonpapíron, 10 lépésre onnan ki volt írva, hogy csövi kuki kapható. Na most úgy valahogy nem támad gusztája az embernek, olyan friss tegnap még kihimbálózott a mezőn. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek a jelenségek vannak, most, hogy mennyire réteg jelenség, az egy kérdés, mert ugye ez egy ilyen csoportidentitást is fejlesztett, hogyha a plázában így beszélgetünk egymással, akkor könnyen lehet, hogy más ezt nem érti, és tényleg van is olyan foka, hogy nem lehet érteni. Na hát ez egy régi jelenség egyébként volt, ez az úgynevezett pesti fattyú nyelv az 1910-es években, és a Dunát Duncsinak hívták, a Lipótváros Lipinek, a Ferencvárost Francinak, tehát József Attila mondhatta, hogy megyek a Duncsihoz, a franciba, kész. Ahhoz képest milyen jókat. Igen. Neked igen. Egyébként van bajod a nyelv ilyenfajta használatával? Hát persze ez eléggé gusztustalan azért így hallgatni, csak hát attól még nem lehet azt mondani, hogy nem létezik. Tehát nagyon sok minden van, amit nyelvileg nem azonosul vele az ember, meg kopásnak érzékeli, meg minden, de hát attól még létezik, sőt, hát ez már majdnem egy ilyen önálló nyelv. De én erre a versre azt szoktam mondani, hogy ez a jövőnek a nyelvemléke, mert hát mondtátok a vidikazit, ami benne van, ugye én ezt a 2000-es évek elején írtam ezt a verset, akkor még a vidikazi létezett. Na most már hát a CD is hiába lenne benne szinte, mert már az is inkább ilyen archaikus dolog. Bencsi Drive-csi, azt kell mondani most. Csak nem így beszélnek. Pendrive. Mindenféleképpen meg kell tőled kérdeznem, hogy a közhívő ember fiai. Baradlai! Egyet értesz-e velem abban, vagy Janiékkal értesz egyet, hogy nem baj, ha a gyereknek elmondott 10 percben, hogy miről szól, de nem biztos, hogy a külszívű ember fiaival kell a gyerekkel megszerettetni az olvasást, és vannak más alternatívák, amit a gyerek kezébe lehetne adni, és talán szívesebben olvasnánk. Nekem az a véleményem egyrészt, hogy miért ne adhatnánk persze kortársabb könyveket a diákok kezébe, azon érdemes elgondolkodni, hogy mit is, de vannak egyébként kortárs szerzőknek is, fiatalabb kortárs szerzőknek is nagyon emészthető, olvasmányos, fordulatos dolgai. Másrészt pedig vannak ezek a nagy alapmítoszaink, mint az egri csillagok, vagy ugye a kőszívű ember fiai, és ezeket szerintem nem kell föltétlenül kidobni az ablakon attól, hogy az elbeszélés tempó megváltozott. Én ezekkel a rövidített klasszikusok történettel értek egyet, csak muszáj lenne olyan embereknek, tehát olyan írók kezébe adni, olyan írókkal átdolgoztatni, akik ezt megcsinálják nívósan szépen, mert nagyon-nagyon egyébként, hogyha a sztoriát megnézzük, hihetetlenül fordulatos, és nagyon értette, ez nagyon ravasz
volt Jókai is, meg a Gárdonyi féle történet is egy nagyon izgalmas történet, hogyha mondjuk lehátjuk egy részét annak a nyelvi patinának, ami rátapadt róla, mert hogyha az angolok meg tudják csinálni, hogy Jane Austen, meg Dickens, nem tudom én, 10 000 szóból, meg 20 000 szóból, meg 5 000 szóból is az Oxford English kiadásban létezik, hát akkor mi miért nem tudjuk, hogyha nálunk kiadják a Robinsont, ugye rendszeresen senkinek nem kell elolvasni a teljes Robinsont, a teljes Don Quixote-t, hanem rövidítették. Na most lehet, hogy azért Defoe vagy Cervantes nem akkora írók, mint Jókai, de szerintem nála is el lehetne ezen a dolgon gondolkozni. És én láttam egy ilyen csetet, ahol a diákok a kötelező olvasmányokról beszélgettek, és valaki mondta, hogy te gyerekek az egri csillagokról nincs egy összefoglalótok? De puk, ott volt de mennyire, ugyanezt mondta. Húsoros. És igen. Azt, egyébként erre volt próbálkozás. Ugye, azt mondja, jaj, ez hosszú, akkor nincs egy rövidebb, tak, ott volt az 5 soros. Szóval, most nem mondja senki, hogy... Bemegy, kimegy, török gyerek, visszaad. Körülbelül. Elfoglal, megvéd, hazamegy. Szóval lehetne növelni szerintem az aktív olvasók számát, és azokat a csodabogarakat, amilyen én is voltam, aki állatira élvezi, hogy a fele latin szót nem érti, de mégis milyen hangulatos ez az egész, úgyse fogja senki lepörgetni az eredetiről. Tehát az eredetit attól ki kell adni, azok az emberek el fogják olvasni. Hát lehet, hogy nem veszik meg karácsonyi ajándékba annyit a nagymamák a gyerekeknek, hanem az újat veszik esetleg, de hát az meg ugye már jogdíj úgyse jár Jókainak, úgyhogy... Egyébként ez az egy került be tőled, vagy van még valami, ami... Hát az irodalomtankönyvben van, csak azon úgy nem látom. Matek példát is csinálsz? Matek példákat is írok, igen, azt is persze. Meg egyébként azt se vetette a szememre senki, ebben vannak ilyen kis furmányok ebben a versben, hogy egy régi szanszkrit, meg egy régi görög versformának az összekombinálása, meg azért, hogyha valaki így elolvassa, akkor ez nem egy annyira szívderítő kis portré erről a kislányról, tehát hogyha ha komolyan vettük, hogy ez egy figura, akkor ez egy olyan... Hát egy alkoholista apával hát van megáldva is. Apa egy szanatóriumban pihegő anyuka, és akkor valahogy társkeresőzve próbálja, de még azelőtt is bezárkozik a videókazettájába. Szóval ez azért egy elég fanyar történet lenne, csak hát persze ilyen halál happy van megcsinálva, ahogy mondjuk a József Attila születésnapomra a sekélyeké, meg mindenféle ilyen nyalánkságokkal, azért az is elég tragikus, ilyen érfelvágós vers, csak akkor átröhögök azon, hogy mindjárt megdöglök, szóval ez egy ilyen klasszikus figura. Igen, érdekes elolvasni, vagy érdemes elolvasni az egészet, azért abból kiderül egy nagyon szép korkép is, amely egyébként jellemző, de hát ez egy másik téma lenne. Jó, örülünk szerintem, örülni kellene. Örcsizünk, ilyenek... tünci vagy, hogy fölvesz tiszted a telcsidet. Igen, hogy ez bekerül, hogy ilyen is van. Jó, jó ez szerintem, nem baj. Igen, hát, hogy szenvedélyt kell. Igen. Szóval, hogy szenvedélyt kell az irodalom. Abszolút. Tehát, hogy vagy van, aki megvédett ilyen nagy kardoskodva, van, aki, hogy nézzétek meg az életre, van, aki megtámadott ilyen nagyon szenvedélyesen. Tehát a legrosszabb, ami az irodalommal történhet, az az unalom. Tehát, hogy jaj, de jó uncsi magyar óránk volt, az ember sárkány fog vetemény, meg minden. Érdekes volt, hogy fölkerült egyébként, szintén befényképezték az irodalom tankönyvbe, hogy hasadnak rendületlenül légy híve, ó magyar, és aztán már elindult volna a troll hadjárat, és aztán akkor mind a kettőt, tehát ugye mellette volt a rendes szózott szöveg, és nagyon vicces volt, hogy ezt Arany János írta. Mint ahogy azt írta a Tóth Árpád, hogy egy gondolat bánt engemet lóverseny nélkül halni meg. Vagy, szóval azért ez is egy elég perspektíva, vagy azt írta Juhász Gyula, hogy ha medve vagy, légy medves, ne hitvány gyönge tót. Tehát, hogy ezekben a bolondságokban azért mindenki kellően benne volt, és hát ez az élete az irodalomnak, hogy mindig kicsit tovább pörgetik, tovább írják más nyelvállapot, és így tovább. Szóval, hogy nem egy halott dolog az irodalom, és ez most kiderült, mert az emberek tényleg egymásnak rontottak, mint egymás vérét akarták kiontani, hogy ez vers miatt mikor történik meg a köznapokban, meg mikor néznek bele egyáltalán az irodalomtankönyvbe, tehát én nagyon örülök, hogy és nagyon köszönöm mindenkinek, aki ezen morcoskodott, meg aki ezen felspannolta magát, mert történt valami az irodalom körül és ügyén. És ez jó, hogyne, persze, abszolút. János, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sok ilyet, vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Lacu Jánosnak köszönjük szépen. 4 perc múlva 3-4-8, szevasztok, jó reggelt, mindenki kidöglött, mindenki beteg, úgyhogy ismétlő válogatása jelentkezik.
jelentkezünk egészen 10-ig, de mind a két hős, Jani és Balázs is azt ígérte, hogy holnapra rendbe jönnek és jönnek újra. Baleset a 8-as főúton az Iszkazi elágazásnál, hatóság a helyszínen Bigyó küldte, Hali Feri pápa külső Veszprémi úton kint vannak a fényképészek, az új fényképezővel is drága képeket készítenek. Trafi az M1-es 143-as kilométerénél Budapest felé, Budakeszi főutca behalt, Fehérvár után abba felé 63-ason nem működik a vasúti átjáró fényjelzése. Erre vigyázzatok, ezt a csavargó küldte nekünk, köszönjük szépen. Az 1-es főúton pedig egy frontális baleset van, egy sávon lehet csak haladni, és ez a 156-os kilométernél történt. A baleset maga Moson-Magyaróvár irányában van, tehát ez ugye akármerre jössz, ott az mindenféleképpen dugót okoz. Azt mondtam nektek, hogy a játékokat azért rendesen lejátszunk, hát ha már itt vagyok, akkor valami kis hasznomat vegyétek ebben a dologban, lehet még jelentkezni Óven bácsira, Beru nénire, aztán a következő órában pedig majd hármas ugrásra is. Ez itt a Best of Morning Show. A generációs szakadékokról szeretnénk egy kicsit beszélni, technikai értelemben, ha lehet így mondani, mert hogy történt egyébként, hogy egy idősebb nagypapa segített az ő unokájának, aki azt mondta, hogy lefagyott a számítógép. Uh-huh. És az egyik brit napilap talán, nem tudom pontosan, közölt egy képet arról, hogy a nagypapi kicsit félreértette a problémát. Ugyanis unokája azt mondta, hogy nem akar tovább működni a számítógép, nagypapa segíts, lefagyott. Mire a nagypapa megérkezett, és fogott egy hajszárítót, bedugta a hosszabbítóba, ami ott volt a számítógép mellett, és nagypapa teljesen jóhiszeműen, jótékonyan, segítő szándékkal elkezdte fújni hajszárítóval a számítógépet, és erről egyébként pont az egyik brit napilap fel is tett fotót, ahogy az unoka megdöbbenve lefotózza a nagypapát, ahogy nagypapa egy hajszárítóval hát fújja a gépet. Hát praktikus gondolkodásmód az öreg. Figyelj, sokkal jobban járt így, mint hogy a meleg vízbe tette volna. Ha, például. Nem. Igen, vagy alágyújtott volna. Az én gyönyörű Máriámnál, aki az én édesanyám, az SMS, az nem sikerült. Már fogadni tud, van neki egy nagyon egyszerű készüléke, és akkor az elején próbálta a nővérem elmagyarázni neki, hogy ugye tudunk írni egymásnak, hogy lehet egy-egy mondatot, vagy valamit, hogy adatot át akarsz, kő, bármi. És a fogadás azt megfejtette, hogy kell kinyitni az SMS-t, hogy amikor kis boríték van, akkor arra rá kell vinni a kurzort. Vagy hogy? Nem. Telefon, SMS, telefon. Kurzor van a telefonján, vinni kell annyilat? Így van, ilyen négyes, tudod, egy kör, és négy felé tudod ezt mozgatni, és akkor rámész. Ja, tényleg, az a régi, igen. Az a nyilak volt, és akkor vissza, beállítások, opció, óra, számológép, üzenetek. Igen, ja, értem. És boríték volt az üzenet, tudod. Boríték volt, arra rámész, mama, akkor megnyílt, és akkor el tudod olvasni. És próbáltuk elmagyarázni, lehet neki választ írni, aki írt neked, de hogy egy billentyűn több betű van. Na, ez a nagy probléma. És itt vége. Igen. És itt vége, hogy a kettes billentyű az A, A, B, C. Igen, a hármas DM. Tudom, és nézed, és közben szeretnéd neki megtanítani, és egy kicsit sajnálod is, hogy már erről lemarad, és te tudod, hogy egyébként valójában milyen egyszerű. Közben eszedbe jut, hogy valóban majd a te gyereket 30 év múlva ugyanígy fogja tanítani, és jótékonyan megsimogatja átadat, hogy jaj, papa, hagyjad, mert hogy egyszer mi is leszünk ebben a helyzetben. Vagy valójában leszünk ebben a helyzetben, vagy a mi generáció már ezeken a kütyüken szocializálódott, és már nem lesz ekkora szakadék, mint mondjuk most a szüleink és mi közöttünk, hogy igen, tehát hogy nekem is mi rá tudtam ütni, hogy van olyan telefon, amin van internet, azért az nekem az hosszú hónapokba került, hogy tehát nem kell otthon lenni, most hogy internetezzünk. Telefonra, na most hogy? Tehát van egy csomó jó dolog telefonon, egyébként egészen jól veszik szerintem, tehát hogyha egyszer elkezded a szülőket erre visszaállítani, és folyamatosan tanítgatod, hogy van a skipe, és akkor följön skipe, és akkor belebeszélsz. Jól veszik. Tehát, hogy még szerintem fogékonyak, nem? Hát az elfogadás az igen, valószínűleg, tehát már nem csodálkozik rajta, hogy én otthon megnézem az e-maileket, de szerintem így önmagában teljesen elzárkózva nem érti, hogy mi történik. Nem érti, és nem is akarja már érteni. Ők nem szeretik ezt a világot, nem ebben nőttek fel, nem is nagyon értik, és ezért, mert nem ismerik, ezért nem is nagyon szeretik. Én legalábbis azt láttam, hogy amíg élt a nagymamám, ő nagyon megpróbálta mindig felvenni a fordulatot, és hogy SMS és mobiltelefon, 80 évesen ő még próbált mobiltelefont használni, soha nem kaptam tőle üzenetet, mindig rossz helyre küldte, de nagyon lelkesen csinálta, azt mondta, hogy mamikám... Nekünk, mert nagyon szíves szóló, kedves üzenet. Írtam neked, Balázs. Igen, elkészült a baracklekvár, nem jöttél ért, hát mamikám azért, mert egy fél éve nem kaptam tőled SMS-t. Ja, mondta, de nagyon lelkesen próbálta mindig. Tehát ott volt a kis telefon, narancssárga, még az a régi Nokia, tudod, ami narancssárgán világított, és próbált elküldeni az SMS-t, sose adta föl.
Tehát, hogy mindig volt benne lendület. Az akarat az meg volt. Tehát az akarat meg volt. Megnézheted az összeset. Hónap végig. Hónap végig, amikor átmentem hozzá meglátogatni, az elküldött SMS-ekben láttam, hogy hú, mamikám, hány országba küldtél te SMS-t? Nézzük a piszkozataidat. Nézzük az elküldötted a piszkozatot, de hogy van az a generáció, vagy van az a szülő nagyszülő típus, aki viszont utálja. Nem ismer, és nem is tudod vele megszerettetni, és nem is hajlandó már e felé nyitni. Meg nincs is rá effektíve szüksége, tehát hogy nincsen rászorítva arra, hogy használja ezeket, mert ott van neki. Azt mondja, hogy át ő inkább, hogy is szeret bratizni a postással, akkor meg tudja kérdezni tőle, hogy mikor érhet oda a levél, ha ma feladja az unokájának. Tehát szerintem már ez az elsőbsége, az se, nem kell, az ráér, nem baj, ha két nap múlva ér oda, az se fontos. Tehát, hogy még ez se. Ott van nekik is vezetékes telefonja, azt ő nem mondja le. De hát nem kell, hát ott van a... Nem, a vezetékes, az a biztos. Valószínűleg az egy biztonságérzetet szerintem, nem? Tehát, hogyha lemondaná, oké, hogy ott a mobiltelefon, lemerül, nem hallja, a vezetékes az, ami be van dugva, az a biztos. Az a biztos. Tudod, te mennyit vártunk rá annak idején, csak nem fogom most. Ez egyébként tényleg. Van. Tehát amit mi már szerintem tényleg nem értünk, hogy várt rá, beszélt az Iker, akkor nem beszélt, azt szokta meg, azt tudja, tárcsázza, ismeri, elérhető. Tök büszke volt rá. Igen. Megkapta ezt a piros telefont, vagy sárgát, fú, ilyen nagyon csúnya színű tárcsázás. A feketébe jött a alapból, fekete volt az alap, és akkor, hogyha te pirosat akartál, oda nagyon csókosnak kellett lenni. Oda nagyon csókosnak. Valószínű, mi is ennyire mások leszünk, vagy... Szerintem a vízválasztó az, hogy szükséged van-e rá, vagy nincs. Tehát, hogyha kell például a munkádhoz, vagy bármihez, a hobbithoz az, hogy legyen mondjuk olyan interneted, vagy olyan hozzáférésed, akkor csinálod. Ha nem, a anyámnak nincs rá szüksége. Mi a francnak, érted? Ő már receptet nem nézeget az interneten, már nem fog. Anyám például kiválóan internetezik. Kiválóan. De előzmények, kereső, beüti, mondok neki valamit, megnézi, visszaküldi, ez nem úgy van, tudod, kicsit helyre tesz, hülye vagyok, ez nem így rosszul mondtam, megnézi Google, tehát kiválóan internetezik. De érdekli valószínűleg. Valószínűleg van egyfajta affinitás, egyfajta érdeklődés. Mi nem leszünk tőle ennyire távol, vagy legalábbis reméljük, de hát én nem vagyok egy ilyen nagy számítógépes felhasználó, tehát de én már látom, hogy a két gyerek az kenterbe fog verni. Beleszületnek nekik, ez halálosan természetes. És a béka meg mindig azt mondja, hogy fia, azért kell tudjuk, mert hogy úgy meg fognak vezetni 15 éves korukban ezzel, hogy ő közben lebeszéli a randit, átírja. Úgyis. Oké, de legalább az esélyt ad meg. Mondtam, hogy remek, drágám, akkor te tanuljad. Igen. Ide egy hallgató, van az a szülő nagyszülő típus, aki addig jut, hogy tényleg, ha merül az elem a távirányítóba, akkor erősebben nyomja a gombot. Na, annak nem fog tudni. Ugye, megvan ez a típus? Hogy az egyes gombot, hogy miért nem? Cserélj elemet. Dehogy elem, hát az egyes gombot. És nyomja. Közelebb mész. És közelebb megy. És nézed kívülről, és azt látod egyébként, hogy szülő nagyszülő kicsit újra gyerek lett. Nem? Tehát, hogy egyszerűen nem jut el az agyáig, hogy nem az egyes gombot kell erősebben nyomni, hanem elemet kell cserélni. Ennyire egyszerű. És hogy tulajdonképpen ennyire egyszerű a dolog. Apósom, ezért oldotta meg, hogy nem kellett mindig elemet cserélgetni. A távirányítóba volt nála egy hosszú kb. Egy 50-es pálca, és a fotelből nyomkodta a televízió. Jó, de például a mostani tévéken már ilyet nem tudsz csinálni, nem, mert ugye nincs ott a kezelő. Oldalt esetleg van két ilyen hangerő, meg csatorna. Szenzációs SMS-ek vannak, tényleg. Anyósom az okostelefon albumban fényképezgetés közben minden második képnél megnyálazza az ujját. Hát a megszokás. Mondtuk neki, Jucika, ehhez nem kell nyál, anélkül is lehet lapozni. Óriás. Hát az újságot is úgy alak, kicsit meg, ugye? Az én édesapám 79 évesen vett okostelefont, és hangos animált üzenetet küld a Viberen keresztül, amit a 8 éves unokája tanított neki. Saját éves családi naptárat készít Excel táblában. Szép hány napot, jók vagytok. 79. Na. Ugye, mert mondtuk, hogy írjanak olyan hallgatók is, ahol viszont hát profik a felhasználók, és szülők, nagyszülők nagyon vágják a technikát. Nagymamám napi háromszor facebookozik, családi bejegyzéseket cenzúrázza, ha valami rosszaság kerül ki, azonnal felhívja a figyelmet, hogy ezt nem szabad, és ilyen csúnyán nem lehet kiírni ennyi ember előtt. Mit fognak gondolni mások? Igen, nagypapám a vonalas telefont is csak felvenni tudja, ha segítenek neki. Ádám írt a Miskolcról. Anyósom megkérte a párom, tegye fel pendrive-ra az egyéves ikreink fotóit. Majd itt hagyta a légkondi távirányítóját. Nagyon jó. Nagy pendrive, de sok anyag félre. Arra nyom, írjátok már ki az unokafotóin. Hozta meg pendrive-ot.
Megérkezett a mama. Remélem ráfél. Megérkezett a mama a légkondi távirányítóival, azért az nagyon helyes. Itt van velünk Zsanett. Hello Zsanett, jó reggel. Sziasztok. Hello. Na, veletek mi történt? Nagyszülőkről van szó? Igen, igen. Nagypapámról személy szerint. Mit csinált a nagypapa? Hát kapott tőlünk egy sütőt, hogy megkönnyítsük a sütést. Ez a fritőz, ugye? Igen, igen, igen. És a nagymamám tudta is, hogy kell használni, de ő pont nem volt otthon. Gondolt egyet, hogy krumplit süt magának, hát föltette a gázra, bedugta a konnektorba, és alágyújtott. Tehát mondtátok, hogy papa ebbe süsse a krumplit, vagy papa ebbe süsse a krumplit, és ő feltette a gáztűz helyre, igen, a fritőzt, és meg alágyújtott? Igen, igen. És beletette a krumplit? Hihetetlen. Mire gondolt akkor, igen, de hogy mire gondolt akkor, amikor még be is dugta a konnektorba? Hogy az a melegítés, plusz annál gyorsabb, belülről is melegít. Micsoda puccos bogrács. És igen, hogy vette észre, hogy ez nem jó? Tehát meggyulladt a fritőz, vagy mi történt? Igen, igen, elkezdett olvadni, ez füstölt, akkor a papa elzárta a gáz, kihúzta, és kiment. Ennyi. És ott hagyta a tetejt. Igen. Atya, úristen. És finoman a fritúra állott a gáztűz helyre? Teljesen. Jó, hogy nem robbant föl a papa, vagy én nem is tudom. Hát, hogy nem lett egy ilyen lakástűz, egy elektromos tűz. Nem tudom, hogy mire gondolhatod, de 75 éves volt szegénykém, úgyhogy... De nézzük a jó oldalát, papa még próbálkozik. Tehát nem, igen, adta föl, igen, nem azt mondja, nézd már, milyen hülye kütyű inkább. Nem, hát, hogy papa még azért van benne vitalitás, ő földobta. És hívta a nagymamát riadtan, hogy valami nem stimmel, mert hogy megolvadt a lábos? Hát nem, a mama följött a kertből, ugye látta a nagy füstöt, aztán mondta, hogy mi történt, és akkor papa mondta, hogy hát ez is ez. Úgyhogy kiszelőztették a lakást, és új gáztűz helyet kellett venni. Kiszelőztették a lakást, aztán a mama is feltette. Igen. Figyelj, és papa másban is ennyire szuper felhasználó? Tehát próbál internetezni, mobiltelefonálni, vagy nem nagyon? Nem, semmi. Tehát ő megállt a régi jó dolgoknál, és azt mondta, hogy neki elég. Hát lehet, hogy a fritőzős eset elvette a kedvét. A további próbálkozással, igen. Zsanett, ez nagyon helyes sztori. Köszi, hogy elmondtad. Szívesen, sziasztok! Hello, ciao. Ez nagyon kemény, igen. És van az a típus, aki még kiskéri egy kicsit magának. Tehát lehet, hogy ha papa is ez lett volna, akkor be... Ha minden tudom, hogy egész szaranyja, hubot csinálok meg most már, nem? Egy normális lábos se lehet föltenni a gáztűz helyre, anélkül, hogy ne olvadná. Hát milyen világ? Anyósom állandóan az e-mail tárnyezőjébe írja a több oldalas üzeneteit. Nagy. Ott sincs azért komoly felhasználási útén, igen. Ha nagyapámhoz elmentünk vendégségbe, megmutatta, hogy neki már mobiltelefonja is van. Aztán kikapcsolta, és visszatette a dobozába, mondván, úgyis itthon vagyok. Akkor meg mindent te van. Már nem megyek sehova. Akkor nem kell. Bence küldte nekünk. Anyám belenéz a telefonjába, amikor fotóz. Mondtam neki, hogy az a vakú, de azt mondta, nekem nem magyarázd meg, tudom én, hogy kell használni a fényképezőgépet. Azért látod az anyádat belenézni a mobiltelefonba? Azért az is nagyon kemény, igen. Itt a legdurább SMS, figyeld. Nagyim Skype beszélgetés közben kihajolt, hogy integessen a hátul lévőknek. Mama nem annyira vágja a Skype-ot, hogy téridő, háromdimenzió, hogy van, mint van. Kicsit kihajolt, mert láttad, hátul vannak. Hát integetett. Hát, hogy... nem látják. Nagypapám 78 éves, most vett magának egy almás táblagépet, sakkozik és bankügyeket intéz rajta, közben az okostévén rögzíti pendrive-ra a kedvenc sorozatait, mert ugye kettő egyszerre nem megy egy időben, nem akar lemaradni semmiről. Lász Szulejmán, szép napot, Gábor. Semmi. Na, papa nagyon durva. Papa nagyon durva. Mama pánikolva hív. Letöröltem a gépről az internetet. Kiderült, csak az Explorernek az ikonját tüntette el, és mama már 4 iPad-et nyert, mert mindig ő a 999.000. látogató. Írja nekünk egy hallgató. Anyámat kérdezem, van-e wifi az új csomagban, amit kapott? Mondja, Viki-e neki nincs, csak Tibi-e meg Bogi-e. Mama azért mennyire durva. Mama nagyon durva. Anyósomat tegnap világosítottuk fel, hogy a mobilon nem a kijelzőbe kell beszélni, nem az a mikrofon. Amikor 15 éve megvettem az első asztali PC-met, nagyim azt mondta, hát fiam, nem tudom, mi került ezen ennyibe, de legalább egy kis tévét adtak hozzá. Vajon egyszer mi is? Vajon egyszer mi is? Szerintem, gyerekek, igen. Hazahoz valami nem tudom milyen kütyüt, ami már kicsit nem is érdekel, elbarkácsolunk mi ott a garázsba, hoz valamit, ránézel, kérdezel két hülyeséget, és látja, hogy jó van. Lesz ilyen. Nagyfater már megkukult. Lesz ez 20 év múlva is, és valamelyik unokánk majd beküldi. Hát a nagyfater az. Gyönyörű SMS. Az én nagymamám, gyermekeim, Didie,
kiteregette egyesével a nedves popsitörlő kendőket, azt hitte, hogy az acskó elázott. Ismerős probléma. Hát tiszta víz. Hát tiszta víz. Hát csúrom víz lett. Hát vizesen adják azt a törlőkendőt. Hát milyen papír zsebkendő ez. Mamám mobilozik egész jól, de a géphangot nem érti. Annak is köszön, és elnézést kér a zavarásért. Ja, hogy amikor géphang jön be, hogy... A kapcsolásé kérjük. Igen, elnézést, bocsánat. Jó napot kell, köszönöm, várom. Üdv, 36 évesen megértem, hogy anyámat letiltották a Facebookról. Erre még aznap látom, fent van külföldi álnéven nyomul. Mama már nem lehet, ma már nem lehet kitenni. De mit tehetett föl, hogy letiltották? Mama mit csinált? Igen. Mama lenémította a tévét, 4 órán keresztül nézte úgy, majd mondta, hogy megy dokihoz, mert rossz a hallás. Meg a tévé is elrobbant, a sarokban van az a kis jel, nem tudom miatt. Helyesek, hát ezek nagyon jók. És gyerekek már csak 20 év választ el ettől minket is. Ugye egyszerű rádió műsorban rajtunk röhögjenek majd. Biztos csak magad 20 évvel. 10 mi? Lehet, hogy az 10. Igen. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. 4 perc múlva 8 óra, sziasztok, ez ismétlés, üdv. Igen, ez az. Egészen 10 óráig elbetegedett, vagy megbetegedett a csapat, de a játékokat azért megtartjuk. Ádám, jó reggelt! Jó reggelt, szia Feri! Fia, Egerből hívsz, azt írja az Anna, és médiaiskolába jársz. Hát de miért? De miért? Hát, nem, nagyon, mert nagyon megtetszett ez a szakmár, van egy korábban egy végzettségem, média moderátor, úgyhogy mindenféleképpen ezen a területen szeretnék mozogni. Moderátor? Tehát te nem beszélsz csúnyán, ha adásba kerülsz. Önmoderálsz, hát, és másokat is. Igen, 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 valamilyen szinten muszáj ez. És most mi leszel, műsorvezető, szerkesztő, vagy mi az a szakterület, hát, amit tanulsz? Ilyen mozgókép kultúra, és mind is, tehát egy tárfogalom, vágás, rendezés, operatőr. Hát ez inkább tévé. Igen, igazából. Képítem, most mondtam az Annának, hogy éppen rádiós gyakorlatra megyek, úgyhogy ez lesz 8 órától. Hát figyelj, ahogy ma állunk, így műsorvezetőbe bejöhettél volna simán. Hát legfeljebb szólja, de aztán holnapot leszek. Ne, holnapra meggyógyul mind a két fiú, azt ígérték. Na már is mutatjuk, hogy mit csinál Auvergne bácsi és Beru néni. Zsül ma a technika kezelőre. Ja, béka hang. Igen. Ezt azért adta Zsül, hogy ének kicsit a béka... Aha, köszi. Na nézzük akkor, mi az ének. La-la-la. Nem áll ennyire egyszerűt. Még egyszer lehet? Persze, Ádám. La-la-la. Ez nem a Dallasnak a főcímdala. De ez az! Ez az! Jó vagy, Ádám! Nagyon jó vagy! Fie, gratulálok, bár szerintem neked azért nem korosztályod, ugye? Te ilyen 20 körül vagy? 18? Hát 23. 23, azért ez, hát, ez. Igen, de az új Dallasnak is, ami ugye most ment le egy tavaly évben, akkor annak is ugyanez, ja, ugyanez volt a zenéje. Jó van, Ádám, küldjük az ajándékcsomagot, nem tudok ehhez többet hozzátenni, és legyen nagyon jó televíziós vagy rádiós szakember. Köszönöm, okay? Köszönöm szépen. Szevasz, 2 perc múlva 8 óra friss hírek, aztán jövünk egy újabb olyan részsel, amit már hallottatok, de Anna arra ítélte, hogy újra meghallgassuk. A szignál, amiből semmi nem igaz. 3 perc múlva 4:49, jó reggelt, szevasztok. Ez már nem influenza, ez a mutálódott vírus, ez maga a métej, mindenkit ledöntött a lábáról. Jani és Balázs otthon elmélet, holnapra mind a ketten jó lesznek, majd azt ígérték, ma hajnalban érkezett az SMS, hogy akkor ezt kihagyjuk, ezt a mai napot, úgyhogy ismétlő válogatás van egészen 10 óráig, de már lehet jelentkezni fekete-fehér igen nemre, holnapra, mert hogy ebben az órában a hármasugrást fogunk játszani, jó? Tehát nyugodtan jelentkezzetek, van nagyszerű ajándékcsomagunk. M1 Pest felé a Lébényi pihenő után rendőrautóból Trafi Ferike írta nekünk, köszönjük Druszán, baleset a 8-as főúton az Iszkazi elágazásnál, hatóság a helyszínen, ezt Bigyótól kaptam. Trafipax elég sűrűn előfordul most az országban, Tüskevár előtt 8-as úton van egy nagy baleset Veszprém irányában, Pécs, Zsolnai Vilmos utca, trafi egy sötétkék Volkswagen borából. SMS számunk 0676450000, ide jöhetnek az információk még. Nagyon sokan érdeklődtök, hogy mi van a sárvári párosunkkal hétvégén. Hát hétfőn beszéltünk velük, nagyon jól érezték magukat 2 napig, de a szerelem az nem bimbózott föl közöttük, illetve hát Andrásunk irányából volt egy erős nyomulás, de lepattant a fiatal ember, úgyhogy nagyon jól érezték magukat, köszönjük szépen, de nem lesznek ők valószínűleg egy pár. Na hát akkor már is megyünk tovább, ez is egy kissé régebbi anyag, egy repülő kényszer leszállásának lehettünk tanúi, szerencsére csak interneten keresztül, mi pedig megpróbáltuk kideríteni, hogy ilyenkor mi a jó módszer, hogy kell csitítani az utasokat. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nagyon érdekes hírt találtunk, és
Szeretném megkérni hallgatóinkat, hogyha van közöttük stewardess, akkor telefonáljon nekünk, mert ugye a repülés az mindig egy nagy misztikum, és bármikor, amikor az ember a repülőre ül, még mindig rájön, hogy egy csomó mindent nem tud, hogy hogy működik a gépem. Ugye? Ha például a pilóta hát fülkében meg szóval. Most nem teljesen erre gondolok, hogy mit tudom én, nem tudjuk, hogy melyik gomb mit jelent. Beszéltél. Mert hogy azt nem mondja nekünk végig, jó, ezt meg azt nem is biztos, hogy de, ő is de tudja. De kettőt, hármat például tudom, hogy kell bevenni a WC-re. Érted? Övet becsatolni. Igen, és a lámpát is fel tudom oltani. Hát, de jó, de ezek ilyen primitív dolgok, fölkapcsolni a lámpát. Egyébként is az olvasólámpát 5 éve én mutattam meg neked először repülőn. Tehát, hogy azért olyan nagyon nem avizzál, hogy tudod, hogy hogy működik, mert 5 éve nyomkodtad a stewardess hívót, és mondom, azzal ide fog jönni a stewardess. Mellette lévőt nyom, meg akkor fogsz lámpát kapcsolni. Négyszer jött már oda, hogy mit akarok. Tehát olyan nagyon ne vagizzál, hogy minden tudsz a gépen, mert hatszor jött oda a stewardess, mikor először repültünk. Egy életre megjegyeztem azóta mindenki másnak, és én mutatom meg. A stewardess már nem is jött oda, csak előre kiabáltat. Nyomja ki a hívót, köszönjük szépen, Vadon úr, mert az a lámpa, vagy az a, ne azt nyomja. Szóval, hogy sugárban hánytak az utasok egy Izraelből Amerikába tartó gépen. És érdekes a dolog, mert nem egészen tudják, hogy mi történhetett, viszont ment a gép Izraelből egészen pontosan Philadelphiában, és kényszer leszállást kellett végrehajtaniuk Rómában, miután a gépen utazók közül többen rosszul lettek. És furcsa szagot éreztek az utasok, majd a személyzet tagjai közül 14-en, az utasok közül pedig többen hányni kezdtek, mások pedig émelygésre és bevörösödött szemre panaszkodtak. Hoppácska. Tehát egy ilyen zombi járat lett a repülő. Egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a hányást, mi okozhatta a fura szagot. Nem nagyon tudják. Na most nyilván nem ezt akarjuk megtudni a stewardessektől, hanem az ilyen típusú helyzetekre való felkészítést, felkészülést, egyáltalán mit kell ilyenkor csinálni. Ugyanazt kapja el a kapitány, igaz-e, hogy más teszik a másodpilóta, mint a kapitány, kimelegíti a kaját a repülő, nekem még az is nagyon fura, amikor az ember repül, forró a kaja, áll lent egy kis törpe szakács, igen, kis piciben a raktérben, és melegít. Nem? Hogy de adagonként egyesével a kis ízérféltálcában. 26-os megmikrózom, 28-as megmikrózom. Meg ez a stewardessi foglalkozás, ez mindig egy ilyen nagy rejtély, nem? Jönnek a kis egyenruhájukban, nyomkodják ott a gombokat, eligazítanak, közben néha elhúzzák a függönyt, ott kicsit priviznek, nevetgélnek, majd kiszolgálnak. Hol kedves, ahol kedves. Miért húzzák el például a függönyt? Ez is egy jó kérdés szerintem, azért, hogy ne lásd. Mit titkolnak? Hát a melegítést, a kis szakácsot, akit az előbb említettél. Igen, ott van a kis törpe szakács, és ilyenkor jön elő az egyik fiúból a kis szakács. Mondja el, hogy ültessék a stewardess vállára, és aztán elkezd melegíteni. Szóval, ha van stewardess hallgatónk, írjon nekünk SMS-t, vagy hívja az 555-55-00-át, mondja el nekünk, hogy ez hogy zajlik. Vagy mi történik egy ilyen közös mérgezésnél? Ugyanazt teszik? Vagy mi lehetett ez? Nem, Gerard Depardieu is a gépen utazott ebben az esetben, és valószínűleg megint elővette a cerkát, verette egy kicsit a padlószőnyeget, és ettől mindenki elhányta magát. Ő azt már repülés közben csinálta, vagy még felszállásnál? Nem, még felszállás előtt, de akkor már bezártak a gépnek az ajtajait, úgyhogy akkor már nagyon-nagyon úgy volt, hogy fel fognak szállni, aztán mégse aztán annyira. De leszállt? Nem szállt le, ugye? Nem. Hát mivel fel se szállt. Aha. Tehát nem hagyta el a hogy a gépről nem szállt. Ja, de leszállították. Ugye Gerard Depardieu, valaki nem tudná a sztorit, az volt. Na például ez is egy érdekes kérdés a stewardesseknél, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Hmm. Tehát két női stewardess kivonszolta a Gerard Depardieu-t, aki egyébként részegen... Kacsát. Igen, vagy szaladt egy kacsával. Részegen ordibált, felállt, kikötötte a biztonsági övét, így és van. Azt mondta, hogy nem érek ki a budira, de kicsit nem is akarok. És egy üvegbe próbálta meg elvégezni a dolgát, de picit mellé ment egy-két csepp. Kérd egy boros üveget. Millió csepp. És azért, amikor ott ülsz egy turista osztályon, és Gerard Depardieu mellette egy boros üvegbe próbál belevizelni. Az azért fotótéma. Azért előkapod a fényképeződet, nem? Igen. Ilyenkor például a stewardessek telefonálnak a gép egyik oldalából, a másik oldalába, a másik végébe, hogy gyere előre, mert valaki pisil, igen, segíts nekem megakadályozni? Vagy oda szaladnak, és éppen elkapjuk. Szóval ez hogy van? Van, amikor nincs is férfi stewardess, nem? Csak lányok, azért Gerard Depardieu egy 140 kiló, ugye? Legalább. És ráadásul ott úgy tudom, hogy haverjai is utaztak, tehát hogy azért többen voltak, több 140 kilós alkoholista, színész producer, igen, egy igazi aranycsapat, borászok, stb. Hát ott gondolom előre telefonáltak, és akkor így mondták, hogy kapitány úr, Depardieu megint vállalhatatlanul viselkedik. Ilyenkor bemennek a kapitányhoz, vagy felhívják a kapitányt, mert én néha azt is látom, hogy egy kis telefonon ő fölhívja a kapitányt, és beszél a kapitánnyal. Hát, be nem mehet, van ugye? Olyan is, hogy a kapitány bemondja, hogy a stewardess vegye föl a telefont, tehát a központi rendszerbe, ilyet én pont most hallottam, múltkor voltunk valahol, és akkor mondta a kapitány, hogy a stewardess-t kérjük, menjen oda izéhez, a nem tudom, hogy hívják, igen, mert nem telefonnak mondják. Mert jól esne, nem szeretném, ha valaki... Egyébként
Aha. És elkezdett előre rohanni, ezt jó, erre ezt szólt valaki, hogy a kávét ne felejtse kisasszony, mint abban a híres viccben, igen. Kapitány úr, ne azt és a kapitány szólt, hogy a stewardess vegye föl a telefont. Igen, igen, valami utasítórendszernek nevezte, mert ott nem lehet a repülésbe így hívni egy telefon, mert egyébként az az. De ilyenkor utas nem telefonált oda, hogy megnyomja a gombot, és akkor felveszik, hogy álló kokpit, kokpit úr, azt szeretném kérni, hogy itt a mellettem ülő, tehát hogy nincsen ilyen? Hogy? Hát hogy nincs. oda telefonál egy utas? Az utas nem használhatja ezeket a telefonokat. Az utas nem használhatja, tehát ezek előre lógnak, és azokat csak a sztyúvik használják, illetve a sztyúvik úgy használják, hogyha hátul áldogáló sztyúvinak szól, őt föl tudja hívni, hogy ne kiabáljon át, hogy Aranka hoz még egy zsömlét a 26-osnak, meg kért egy kis vajat is, hanem ő elől fölhívja a hátsót, és akkor ők azt vidáman leprivízik, hogy ott éppen melyik utas mit kér. Így szólnak egymásnak. Így van, plusz abba beszél bele, amikor tartja a biztonsági bemutatót. Igen. Azt tudtátok, hogy a sztyúvik közül van egy, aki a rangidős? Tehát nem, a fősztyúvi? Van egy fősztyúvi mindig, aki felel a többi sztyúviért. Tehát ők nem egyenrangúak a gépen. Neki a leghosszabb a szoknyája, vagy ezt miről lehet látni? Nem, ő a rangidős. Ő besél. Van. Ő tartja ezért az eligazítást, a fősztyúvi. A rangidős tartja? Én úgy tudom. Igen? Igen. Hát ő a legokosabb, hát egy kezdő sztyúvi. Legtapasztaltabb. Igen. Gyerekek mondjuk 10.000 méter magasan elkezdenek sugárba hányni többen, azért az dermesztő, nem? Ott kicsit elgondolkozol, hogy van-e még előre. Mit evett? Tudod, halat. És előtted is már csak egy ilyen gerinc látszik, mert én... és az utolsó falatot éppen tolod be. Azt hallottam, az nem tudom igaz-e, hogy a kapitány soha nem eheti ugyanazt, mint a másodtiszt. De lehet, hogy ez is egy ilyen nagy legenda, tudod, ami a repüléssel kapcsolatos legendák közé tartozik, hogy soha nem ehetik ugyanazt. Tehát de mindig figyelnek arra, hogy ők ketten különböző tegyenek. De ők akkor választ a kapitány, mit szeretsz a kelbimbot? És akkor megbeszélik, hogy leosztják. Hogy van? Leosztják? De ők kapnak kaját fönt? Miért? Nem hoz sonkás szendvicset? Az el vagy csomagol a felesége? Hát persze. Szer neked ami csomag. Egyébként? Ez reálisnak tűnik egyébként, igen. És hogy ugye előveszi a kis ételhordóját. Ilyen hármas alumínium ételhordó, össze van a kis szépen egy pakolva. És a, igen, picit alul van. Na, te majd kaptam, arra pörgölünk a luskába. Hívjon már föl bennünket ezt, stewardess, tényleg. Nincs meg az a régi malévos csaj, akit hívtunk egy csomószor. Nagyon helyes volt, nagyon aranyos volt. És, de meg van, csak nem tudjuk a számát. Igen, reméljük jó egészségnek. Volt egy malévos stewardessünk, egy kicsit idősebb. Nagyon sok kérdésre nekünk rengetegszer válaszolt egyébként. Lehet, hogy nem mentettük el a telefonszámát. Hogy ezek a dolgok hogy működnek egyébként ott a repülőn. Hát csak 3 hónap, és utána már te tudsz stewardess lenni. Én úgy elküldeném. 3-4 hónap alatt téged kiképeznek. Hogy a francba tanulunk meg 3 nyelvet 3 hónap alatt? Alapvetés, hogy menjél már oda, igen. Igen? Akkor azt hiszem elmondtuk, Jani. Akkor csak belföldi járatokon, de olyan meg nincs. Én téged el tudnának képzelni egyébként stewardnak. Én nagyon üdvarias steward lennék szerintem. Igen? Ott olyan katonai rend lenne. Viccelsz? Belakötöm, én nincs. Én meghúzom. Te bírnád ezt? Egyébként tudnád csinálni? Nekem tetszene. Nekem tetszene. Én szeretek emberekkel foglalkozni ilyen szempontból is. Tehát, hogy annak idején, amikor könyvtáros voltam, akkor is gyakorlatilag erről szólt a munkát. Jöttek az emberek, kértek valamit, azt teljesítettük, nagyon előzékeny voltam. A stewardok egy kicsit olyanok, mintha melegek lennének. Az összes. Na, ez lenne az egyetlen kizáró. Egy picit. Nem a stewardessek, a férfiak. Aha. Tehát olyan kicsit nőiesen mozgású, kicsit légiesen tolják azt a kocsit, kicsit úgy veszik el előled a megmaradt, mit tudom én, étel maradékot. Van bennük valami, amitől kicsit nőiesebbek. Te mondjuk ezt a vonalat nem tudnád képzelni, hogy a fehér gumikesztyűben ott nagyon-nagyon elveszed. De érdekes, hogy én ugye egymás mellett ültünk, hogy előlem mindig olyan lendületesen, kicsit ilyen sértődötten vette el az ételt, és amikor rád nézett, vagy előled vette el, akkor mindig egy picit ellágyult. Tehát olyat szerintem érnek valamilyen kapcsolásban. Igen. Hogy nálad ellágyult? Nálad lágyult el. Nálad érezte ugyanazt a vonalat, tudod? Nálam nem. Előlem mindig meghagytál valamit, és akkor kicsit jó, de biztos nem tetszett nekik, hogy te levetted az oknodat, mezit lábutasztál, és... és boxer alsóban. Hogy ott takarítottam ki a sárkaparóval, a gumicsizmám talpán. Azt rohadtul nem tudták hova tenni, hogy mezit láb vagy igen, és egy sárkaparóval tisztítod a gumicsizmádat, tehát ezt nagyon nem tudták hova tenni. Na jó, azt írják a hallgatók, hogy... A pilóta táskája azért ilyen nagy, hogy a grill csirke beleférjen. Na, ők nem eszik azt, amit a gépen az utasok esznek, nyilván egyébként, igen. Ez, meg a befőtt.
Az én anyukám 23 éve vezető légiutas kísérő. Ő mentette meg egy ember életét a Toronto-Budapest járatban. Vagy a járaton. Aha. Ez még egy malévos járat volt, és kényszer leszállást is végre kellett hajtani. Írja nekünk egy hallgató. A Molnár Andit hívjátok föl, ő stewardess volt. A Molnár Andi stewardess volt. Van, stewardess volt. Stewardess volt, csak abba kellett hagynia, mert volt egy nagyon csúnya hasizom szakadása. Oh. És nem lehet. Az komoly repülés lehetett. Igen, megemelt valami nehéz ilyen. Elájult utas. Valamilyen ételtartó ilyen rekeszte. Megemelt, és akkor volt egy ilyen hasizom szakadása, és akkor amiatt abba kellett hagynia. Úgyhogy... Tényleg? Igen. Eszem. És maradt utána egy ilyen nagyon durva heg, tökre brecés volt, amikor megnéztem. Nyilván. Egyébként tényleg így volt. Azt hiszem, hogy táncolás mellett sztjuárdeszkedett, és akkor kicsit túlterhelte magát. Egyébként csak az irítség beszél belőlük, mert amikor látunk, én például láttam repülőtéren így vonulni kapitányt, első tisztet, sztjuárdeszeket. És utána a csajok, mi? Én iszonyatosan irigy voltam. De kire? Hát egyrészt mindenkire, az egész repülőtére, nem, hanem milyen menő marha jól nézett ki, első tiszt marha jól nézett ki, mindenki marha jól nézett ki, stewardesszek nagyon csinosak voltak, nagyon nettek voltak, eleve ugye három nyelven beszélnek, tehát hogy ez egész nekem nagyon tetszett. Meg az, hogy kiszolgáltatott vagy, ülsz, be vagy kötve, oda lép föléd, parancsol, mondja, hogy kösd be magad, fölnézel rá, lenéz rá. Így van. Érzed azt, hogy... Szorosabbra most, hogy vágjon be. Érzed, hogy meg tud büntetni. Érzed, hogy ő most ott a mindennek az ura vagy az úrnője szigorú rászól. Elveszi a tárcsát. Sebestyő úr, kérem fordulj a arcam felé, és húzza föl a nadrágját. Sebestyő úr, jöjjön ki a budiról. Na, itt van, ami drága Andink, sikerült előkeríteni. Fölébresztettük szegény, te jó Isten. Molnár Andi itt van velünk. Hello Andi, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Már futottam is, úgyhogy nem tudtam felébreszteni. Na, hát már ilyen korán. Na, nem a repülőre. Aki szép az reggel is, szép, Charlie megmondta, te Andi most hogy nézel ki? Én egyszer köntösben, de nem mindenki rosszul. Ó, egyszer. És a köntös alatt nincs semmi? De egy melegítő. Hisz most futott. Nem, éppen a zuhanyzás kezdtem el, mert nem mindegy, szóval hát igen, hallom, hogy a stewardessekről beszéltek. Figyelsz, miattunk ne álljál le a szappanozz. Nyugodtan szappanozz magad. Már az összes kérdést megválaszoltuk magunknak, inkább menj vissza a zuhany alá és tudósíts. Igen, hagyjuk ezt a stewardesses témát, menj vissza azon a zuhany alá. Engedd meg a meleg vizet és utána beszélgetünk. Csak egy gumipapucsot húzzál a lábadra, nem egy irgalmatlan frakkolás legyen. Na figyelj, Andi, köszönjük, hogy ilyen korán áttörhetünk. Tele vagyunk kérdésekkel, és rájöttünk, hogy semmit nem tudunk a stewardessekről. A legfontosabb. Na, segíthetek. Csempészhettek parfümöt, kókuszolajat és prosútot a táskátokban, ha olyan helyre mentek, vagy régen olyan helyre mentetek, vagy benneteket is átnéznek, amikor mondjuk leszálltok Ferihegyen. Hogy volt olyan, hogy egy római járaton felgörgettél két 30 kilós parmezánt a lépcsőn. Rajtaütésszerűen szoktak vizsgálódni, de én mondjuk a két év alatt soha senkivel nem találkoztam, viszont voltak olyan kollégáim egyébként, akiknek otthon tele volt a fedélzeti italokkal a hűtője, és soha nem kellett WC-papírt és szalvétát vennie, mert hogy mindig rendre bepakolta a kis úti táskájába hazafelé. Hát vagy szorulása volt, és nem volt szüksége. Gyerekek, én gyanítottam, hogy például megmaradt minibár, meg ez a vámmentes, meg ugye nem is a minibár, hanem ott végig tolt, ami ugye nem pénzes, és abból megmaradt, hát azért azt valakinek haza kell vinni. Akkor jól hát sejtettem. Elvileg le kell leltározni ugye a végén, mindenki becsületesen leltározza, csak aztán lehet, hogy otthon is van szükség pont egy zsák zsömlére, és akkor azért becsületik a bőrödbe. Aha. És amikor elhúzzátok a függönyt, akkor mit csináltok? Priviztek? Mert azt hallottuk, hogy esztek, ez igaz? Rövid járatokon is ugyanúgy ehettek? Hát természetesen van fedélzeti étel, ami cseppet sem különbözik az utas ételtől, csak egy picit több díszítés van rajta maximum, de amúgy meg leépítjük a mosolyunkat, és próbálunk utasmentes fél órát eltölteni. Hát te meg nyilván a bosszanovát gyakoroltad. Igen, érdekes, hogy engem úgy hívtak, hogy a Dirty Dancing is jön. Andi, a 26-os utas kért egy konyakot, hagyd abba a pecsangát, és menjen, vidd ki neki azt a rohadt konyakot. Így jó. Mi az, hogy szebb a díszítés? Ti szebb kaját kaptok, mint az utasok kapnak?
Hogy van ez? Mondom, hogy semmivel se különbözik, csak egy kis több petrezselyem széllel, több meg egy paradicsom, egy fél koktél paradicsommal, de hát elvileg igen, a pilóták is néha-néha kapnak, ugye, mondjuk nemzetközi légitársaságnál sokkal komolyabb volt esetleg gyümölcskosár, meg zöldséges tál és hasonlók, de azért ahol én dolgoztam, ott az nem volt jellemző. Uh-huh. És a Stewie között is van egy főnök, ugye, aki a rangidős tulajdonképpen, tehát nem vagytok egyenrangúak. Igen. Ő van elől, ahogy belépsz a gépben, általában ő köszönti az utasokat, és utána ő is csinálja mondjuk ezeket az announcementeket, hogy ő beszél, az utasokhoz. Azt olvassa, vagy azt mondja fejből? Ó, hát fejből. Olyan nincs, hogy egy fiatal stewardessnek a hátára van rajszögezve? A kiadtál is mutatja, hogy tudod, itt vannak a vészkijáratok. Az elején, amikor vizsgáztuk, akkor remegő hangon mi is könyvből olvastuk, aztán memoriterként próbáltuk elmondani, de hát azért szokott benne változás lenni, és akkor mit tudom én, volt olyan kollégám, aki így karácsonykor nagyon aranyosan így kis karácsony, nagy karácsony, köszöntjük a kedves utasokat, és akkor másnap volt kisugta. Ilyen az a felrögés. Ezt nem nagyon szeretik a légitársaságok, ha valaki így egyénieskedik, nem? Azt láttuk már, hogy van, aki rappelt Amerikában, van, aki énekelt, és mindig megbüntették, vagy kirúgták. Nincs nagyon lehetőség itt egyénieskedni, nem? Hát igen, mert ugye az első szempont az mindig az, ahogy miért vagyunk ott, ugye egy esetleges vészhelyzet esetén, ugye az életmentés, és hát hogy nem azért vagyunk ott, hogy bohózkodjunk, bár alapvetően az olyan, mint egy színház, nem, hogy felvonulunk, mint a szereplők, aztán függöny ki, és toljuk a trollit, és mosolygunk, kofiort. Trollit? Hát ez a kocskocsi, ez a trolli. Hogy odafele elkép. Figyelj csak, ha mind a két kapitányt, vagy a kapitányt és az első tisztet kinyírtátok a kajával, akkor ti át tudjátok venni? Tehát te például le tudnál hozni egy gépet? Hogy tudna venni? Nyilván le tudja hozni a stewardess. Hova kell nyúlni? Igazából tudom, hogy hol van a kalapács, ott a fülkében, illetve hogy hol van a kézikönyv, hogy sikítva hívjam a kollégáimat maximum, de mondjuk minden van, ilyen terhességlevezetéstől kezdve. Gépletétel, terhességlevezetés, igen, robotpilóta bekapcsolás. Amikor elszállásolnak benneteket, a kapitány jobb szobát kap, vagy ott egyenrangúak vagytok a szállodában? Egyenrangúak, de mindenki egy személyes szobát kap, tehát a nyugalom az mindenkinek. Hát, hogy a kapitány több helyre is át tudjon menni. Hát általában volt olyan, hogy afrikai országban érkezve, mindig volt egy találkozó, ugye a kapitány szobájában az egész legénységnek, és ott egy fertőtlenítő. Tapítaragasztó. De ez csak is az én egészségünk védelmében. Persze, az egészség. Hogy másnap tudjunk repülni. Andi, van olyan dolog, amit kérhetünk a stewardesstől, de mondjuk nem köztudomású, mert például tudjuk azt, hogy mondjuk mit tehet mondjuk egy BKV ellenőr a villamoson. Biztos a stewardesseknél is van egy ilyen szabályzat, hogy például, mit tudom én, zuhan a gép, és akkor én gyorsan odaszaladok hozzá, hogy Andi, szerintem már csak 4 percünk van hátra, de nekem 2 is elég. Elhúzhatnák a függőt, hogy lehet valami. Ez benne van a stewardess kézikönyve, hogy zuhanás esetén minden utas tessék boldogát tenni. Igen, de először a business class. Először first class, business class, economy, tudod. Ja, és mi? Igazából semmit nem tehetünk, ami mondjuk így a szórakoztatáson kívül, vagy a szórakoztatás jelenteni egyébként. Az első a biztonság megteremtése. A saját, oké. Látják azt a kis csónakot, ott ülök, igen. Egyébként tudjátok, hogy a biztonsági bemutatón is azért van az, hogy először mindenki a saját maszkját húzza föl, és utána esetleg az arra rászorulóét, a gyermekét, mert hogy először muszáj magadat rendben tudni, hogy másoknak tudjál segíteni, úgyhogy ez így. Jani, hogyha egyszer zuhanunk együtt, én először biztonságban leszek, aztán megkereszlek valahol is. Jó, én előre küzdöm majd maga. Dacolva a gravitáció. Ismerve Janit, vagy a budin lesz, és valamit ott beszorul éppen, igen. Vagy ráesik valami, igen.
Na, nem lehet a WC-be beszorulni egyébként. Tehát van egy ilyen kis titkos nyitó, ami a csiádeszek ugye tudnak, hogy hol kell kinyitni, és nincs olyan, hogy valaki beszorulna. Hát dehogy, hát, hogyha mondjuk háttal támaszkodom a budinak, és lábbal tolom felétek, ott nem fogtok ti bejönni. Akkor is végzek azzal a magazinnal. Akkor is megbünteted magad. Igen. Andi, nagon drága vagy, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, vigyázz magadra. Folytasd az zuhanyzást, jó? Okay, puszi, köszönjük. Molnár Andi, ciao, hello, hello. Szia. Ez megszakított zuhanyzás. Azért. Igen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc múlva 3:49, jó reggelt, szevasztok. Bimbo útról nem lehet lejutni a Margit hídhoz egyik irányból sem, a hegy tetejéig áll a sor. Nem tudjátok, hogy mi történt? Kérdezi Bea. A többes szám az kicsit oktalan, mert hogy lebetegedett a csapat kétharmad része. Egyelőre nem tudom, ha valaki megírja, mondom neked. Az egyes úton Moson-Magyaróvár felé a 156-os kilométernél viszont már nyoma sincs a balesetnek, ezt a gimnazistától kaptuk. Köszönjük. Nagyon sokan akartok játszani, a hármas ugrás következik majd az óra vége előtt, valakit fölcsörgünk, de előtte itt van még egy újabb szösszenet az elmúlt időszakból. Biztosan emlékszik még rá mindenki, hogy egy új harangozási rendet vezettek be egy magyar kisfaluban, ami a régi szép időket idézte, és azt mi szerettük nagyon, mi legalábbis vidékiek. Tudtad, hogyha egyet kongatnak, mi van, kettet kongatnak, mi van? Hát most is tudják legalábbis ebben a faluban, mikor jön a NAV, mikor jön az egyéb ellenőrzés. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A 444 talált egy nagyon érdekes kis történetet, és erről akarok csak nyilván nem egy mondatot mondani, mert nem annyi lesz, hogy mi történik egy kis faluban, amit egyébként a Hír 24 is átszett, nem is ez a lényeg, nem sikerült megfejteni, hogy melyik faluról van szó, viszont lehoztak egy közleményt, hogy mit csinálnak akkor, ha a rendőrség, az adóhivatal, ha minden egyéb, vagy további hatóságok ellenőriznek a faluban, és ezt a presbiter kihirdette. A faluban, és ezt a 444 megtalálta. A cikk egyébként nagyon helyes, mert arról szól, hogy tisztelt lakosok. Szenzációs, vissza a középkorról nagyon jó. Az elmúlt hónapok eseményei megtanítottak minket, hogy vissza kell nyúlnunk nagyszüleink eszközeihez, hogy megvédhessük magunkat. Mint azt a lakosság tapasztalta, a török-tatár időkre emlékeztető rendőrségi és egyéb hatósági prédálások zajlottak le a faluban. Súlyos pénzekre bírságolták a közlekedőket, bicikliseket, autósokat, traktorosokat. A Kossuth utcára értelmetlenül kitett 30 km/h táblánál lesben álló trafizó rendőrök, vagy a kisboltokat 20-30-50 ezer forintra büntető ilyen-olyan hatóságok. Ezért védekezésű új harangozási rendeletet vetettünk be. Figyelj, ilyen ez nagyon jó. Én ezt imádom. Fönn a toronyban a megfigyelő. Megfigyel, ahogy érkezik a kék autó, félreveri a rangot. Rendőrség 2 kongatás. NAV 5. Fölsorolták. Rendőrség 2 pont. Rendőrség ellenőrzése során mind a három harangot félreverjük, majd a nagy harangot kongatjuk 5 percig az ellenőrzés alatt. A processzust fél óránként ismételjük minden óra negyedkor és 3:45 adóhivatali ellenőrzés. Óriási. Mind a három harangot félreverjük, majd a középső harangot kongatjuk 5 percig. Hát én ezt imádom. Azt mondja, hogy fél óránként ismételjük az ellenőrzés alatt minden óra negyedkor és 3:45. Minden egyéb hivatali ellenőrzéskor, munkaügy, ANT és a többi, mind a három harangot félreverjük. Várja, kitám, és a kicsit. Majd a kis harangot kongatjuk. Jaj, de jó. Nagyon hatóság jó. Együttes ellenőrzése esetén 10 percig mind három harangot félreverjük, és az ellenőrzés alatt fél óránként ismételjük. Egyéb iránt az elhunyt szeretteinkért, valamint az istentiszteleti harangozási rendes módon nem változtatjuk. Jó, hát ez a... Oké. Nagy fia, óriási, és ezt kihirdették? Igen. Vagy ez e-mailben körben, mert a kisbíró kidobolta. Ez a presbiter hirdetmény szerint van, ez a kis közlemény, és írják egyébként, hogy kérjük a lakosságot, hogy az ellenőrzésekről ezen és ezen a telefonszámon értesítsenek minket, hogy haladéktalanul harangozhassunk. Nagyon nagy. Hát nagyon ez, nagy, ez annyira jó, hogy egyszer el kell ide menni, hát és meg kell hallgatni. A szituációt, hogy hát jabál a szomszédba egyik, vagy hívják Delik Vesőt. Jó, Lajos, már nem hajó, álljön a NAV! Hajó, jön a NAV! Várja, hajó! Tele, ez nem is a NAV, a rendőrök, megint jönnek, prédálnak!
És akkor még írta a presbiter egy utolsó mondat, mindenki cselekedjen bölcsessége és belátása szerint. Oh, presbiter. Nagyon komoly. És igen. Kihirdették. Pont, pont, pont. Figyelj, ilyen összetartó kis közösség, a legnagyobb kincs. A legnagyobb kincs, védjük meg a falunkat, a lakosokat. Harangjelzés, mindenütt lehet hallani. Írja is a presbiter, tényleg, hogy a török tatár időkre emlékezel. A rendőr, akkor a török, a tűzvész, a navos, a tatár. Igen, a tűzvész, a török vész, ugye hát félreverték, így verték, úgy verték, a haranggal jeleztek, ugye meg hát a jelzőtüzekkel, ugye, amik úgy meggyújtottad egy-egy falu, és akkor mindenki tovább gyújtotta, és tudták, hogy... Ha jön a nap, hajtsátok haza az állatokat! Meneküljük a nádasba! Asszonyok, gyerekek, be a templomba! Zárjátok be az ajtót. Te tudod, hogy mi van, amikor tűz van, árvíz van, kettőször verik félre a harangot, többszörös harang félre, ezeket te ismered, vagy már elvárosiasodtál annyira, hogy... Nálunk, hogy van az, tényleg? Mert megismerem nagyjából, ha félre verik a harangot. Most ez nagyon teszik, de tényleg mi az elképzelésed a vidékről, Bali, most komolyan. Tehát, ne, elmondom, most én felteszem a kérdést, fontosabb vagy. Azért ez egy régebbi sztori már, egy kicsit, mint van. Nem, arra gondolok, hogy én ezt elismerem. Bántóan városi vagyok, de tényleg, tehát sajnos nekem nem voltak vidéki nagymamáim, nem mentünk vidékre nyulat őrizni, vagy az, amit kell csinálni, azt vagy libát őrizni, kecskét legeltetett, én sajnos mindig városon nyaraltunk, de például te elmész vidékre a gyerekkorodba, és hallottad, hogy a Józsi veri a harangot, és félreveri, te megismered, hogy ez most egy félrevert harang, és ez most azt jelzi, hogy árvíz, tűz, kis harang, középső persze. Harang, ezeket te így tudtad? Kis tűz, egy perces harangozás, nagy tűz, három perces, nagyon nagy tűzni, meg fölrántotta a harangozót a harang. Nagyon nagy tűz, nagyon nagy láng. Igen, és hogy volt, hogy amikor kis tűz volt és harangoztak, akkor számoltál 60-ig, és ha abbajt, akkor nem ment senki, mert ez kis tűz, nem indulja. Akkor már is oltották. Persze, hát és minden mentetek, hiszen önkéntes tűzoltó egyletnek a tagjai voltak. Vicces. Apádat, a nagyapjától, itt a nagyapádnak a nagyapjától örökölt tűzoltós is, akkor a fejébe csak aztán már rohadtak. Mentünk, és otthonról vittük a vizet nyilván, és minden vasárnap 10 órakor a kisbíró kidobolta az új hírt, mint a falu közepén. És ez a mai napig is így van. Tótól a tűzig egészen csatárlánc húzódott, és egymás kezéből adtátok a vödröt a másik kezéből. És az van mostanában, hogy birkabőrre fölírja a polgármester úr a verdiktet, és ezt körbeadjuk a faluba, de mivel nálunk a faluba csak minden ötödik házban van írás tudó ember, ezért tudod, összejönnek, és fölolvassák egymásnak. Hát akkor jól képzeltem, hogy... Hát, nagyon, nagyon, hát és úgy van például, értem, hogy azt még mi mindig nem tudjuk, ezt a 2015. január 21, hanem egy nagy marha lábszár csontba a falu jegyzője minden nap belekarcol egy rovátkát, négynél keresztbe húzza, hogy az az öt letelt a hétköznap. De ahhoz, tudjátok, hogy összeszámolják, hogy hét. Ahhoz, hogy azt összeszámolják, ahhoz is kell a deák. Így van, a írástudó deák. Ő tanítja a falu lakosságát. Szóval akkor ilyen romantikus dolgok nem voltak nálad, hogy ez így nem ment már gyerekkorban? Hát azért ez már 30 éve volt. 30 éve még falun azért ott 40 az? 40 az lassan? Nem volt ilyen? Nem. Semmi? A harangozás az megvan, de az minden faluban megvan. Azt tudom, és én azt nagyon-nagyon szeretem. De hogy szól egy félrevert harang? Tessék, az milyen? Ezt léci szájjal. Ez léci farpofával, lejátsz, de nekem fuvolán. Milyen a ritmusa egy félrevert harang? Nem ding-dong, hanem csak ding-ding-ding-ding-ding. Csak az egyik oldalt üzik. Aha, tehát nem ez a szép egyenletes ding-dong, hanem csak az egyik oldala. Aki még nem élt ilyen, nyilván, ha készülődnek, a mármi se. Igen, negyedkor. És a tempója is más, ugye? Tehát egy gyorsabb effektíve, ugye? Tehát érzed, hogy itt valaki nagyon nagy bajban van. Gyorsabb, igen. Gyorsabb, ja. És már például nálunk azért van csak víztorony, ami magasabb a falu templománál, hogy tudjuk figyelni a Békés Soba és a gyulai hordákat, amikor támadásba lendülnek. Tudod? Mert a vizet mi még mindig kútról hordjuk. Meg a szabadkígyósi rablócsapatokat. A garázda. A prédázókat. Érted? És azért kellett, építettünk egy marha nagy víztornyot a falu közepére, de még mindenki kútból húzza a vizet, hogy oda fölmászol, azt látod, hogy jön az ellen. Jaha. Porfelhő szabad kígyós felől, mindenki zárja be a kazát, kapát egyenesíteni! Nagyjából így képzeltem. Én annyira sajnálom, hogy nekem ez kimaradt egyébként. És akkor ott mit tudom, kimentetek 8-10 mezitláb egy ilyen marhalábszára rugdosni, és akkor az volt az akadály verseny. Nem, mert a marhalábszár az nem gurult, tudod? Hát te tudod, de említettem, nem volt, de hogy nem disznóhólyagból fújtuk föl a labdát, és azzal jártunk ki, és az volt a tornacipünk, hogy apánk gumicsizmáját, ami már egy kicsit megrongyolódott, az bokánál elvágtuk. És akkor mit tudom, van olyan, hogy amikor először megérkeztél a városba, és akkor
mindenki elmondta, hogy vesztette el a szüzességet, az autós mozi, mit tudom én, busz megálló. Én meg meséltem, hogy hát a riska. A csűrben. Hát a riska, tején. Hely, a főzni is tudott volna. A csűrben feküdtünk, amikor a riska. Hát, gyere, Ferikém, rárakok a farára neked egy kalapot, azt majdnem olyan, mint a riska. De egyébként ne, én ezt nagyon sajnálom. Az úgy volt például, hogy a lányokat beküldtük fejni az istálóba, és ahogy lehajolt, akkor beszorítottuk a fejét a karámba. És akkor úgy sikerült. Hát én tényleg ezeket irigykedve kérdezem kicsit. Tehát amikor én olvastam a Tüskevár című regényt, vagy olvastam, nem tudom. Az előszóig. És arra leraktam, mert nagyon untam. Nem, nagyon szeretem Tüskevár téli, mert én ezt tényleg nagyon kedveltem, nagyon jó hangulata van. Tehát úgy ott vagy. Télen is ott vagy, nyáron is ott vagy, hát amikor ők elmennek nyaralni, és találkoznak először az öregek. De hogy nekem ez kimaradt. Tehát én Délegyházáig jutottam. Kihajtottuk a marhákat reggel. Volt a legelőre. Tényleg, hogy kihajtottad őket, és este, mint egy megveszőztek, mert elhagytál egyet? Persze, igen, és dinnyét loptam a szomszédtól, és én voltam az dinnyét árvácska. Én is loptam, nem, dinnyét én is loptam, dinnyét mi is mentünk lopni. Amikor azt a kis hímzett ködmörődet odaadtad, a kis sánt a gyereknek. Gyerek meg. Ne, dinnyét mi is mentünk lopni, tehát mi jártunk át. Csak nektek messzebbre kellett Ferinek, csak a szomszédba. Dunavarsányban nyaraltam, és ott voltak barátaink, illetve gimnazista osztálytársaim, Majosház, Alacház, és mi jártunk oda velük dinnyét lopni. Amikor úgy röhögsz, hogy viszed a dinnyét, és annyira röhögsz, hogy elejted a dinnyét. És de közben menekülnöd kell, mert ugye hát őrizték a dinnyeföldeket. Tehát ilyen nekünk is volt. De ezek ebből kevés. Azt csak akkor fürödtünk mi is, amikor a juhokig itatásánál apám belelökött az itatóba. De akkor is csak nagy kabátban, mert ideg volt. És ezeket te jól kezeled? Tehát tudnál harangot félrevenni, gémes kutat használni? Bármikor. Igen? A lábat most. Úgy verek, hogy mármint patakban. Gémes kutba. Hát ezek nem működnének még ezek. Nem, mert a múltkor mutogattál fényképeket, tehát láttam, hogy kivittek a Margit szigetet, 10 évesen, amikor először kimoltál Margit szigetet, kaptál egy vattacukrot, elővetted a bicskádat, azt elkezdted. Nem, mi nem jártunk Budapestig, mert az nagyon messze volt. Aztán kiálltál bicskával vágni a vattacukrot, a Ferike, tedd el, ne csinálsz, hogy ilyen nem volt, hogy először főtépest és átcsodálkoztál? 8 éves volt, amikor édesapám bevitt május 1-én a gyulai húskombinátnak, mert ő ott dolgozott, akkor voltam először a városba, és akkor már volt gázos lufi. Azt a minden. És nem értettük, hogy az miért áll fölfelé. De durva. Az tényleg igaz az a történet, amit hallottam rólad, hogy amikor először kivettél itt egy albérletet, akkor tökre csodálkozott a tulaj, hogy kitoltad az ágyat a folyosóra, mert vittél magaddal a szénabálát aludni. Igen, és beállítottam egy maradt tehenet is radiátornak. És amikor először megláttad a mozgó lépcsőt, volt, hogy elkezdtél ordiba, hogy emberek, földrengés. Hát, sőt. Nem, azt mondta, hogy földrengés, azt mondta, hogy földindulás. Földindulás, emberek, földindulás. Persze, amikor végre először autóba ültem, akkor például csak éjszaka mertem elindulni, mert hogy merre van Budapest, a csillagokból láttam. Igen. De aztán rájöttél, ez nem csillag, hanem közvilágítás. Az micsoda. Basszus, én sajnálom, hogy nekem ez kimaradt. Én a városi, ti a vidékiek, de jó élet ez. Én sajnálom, hogy nekem persze, ez a... Persze, igen. Mi vidékiek tartsunk össze. A városi nekem nem volt egy nagymamám, tudtam volna nyulat legelt. Semmi. Mindig nekem ez kimaradt. Én olyan vagy, mint Rozsé. Ott megcsinál egy néhecske rögtön. Jaj, megszurizott. Igen, ezek a kis falusi gyerekek keményebbek. Minket városiak a sárcsak volna. Hát ahogy rászállt és beleszúrta ezért a fullánkot az ujjadba, akkor megpuszíltad közben, hogy jó van, te sorra. És még megsírattam a méhecskét. Micsoda hagymát tettünk rá, félbevágtuk a vörös hagymát, rátettük, azt játszottunk tovább. De lepisiltétek előtt a ti is. Hát hogy a fenében, de tényleg. Én városiként sírtam, mert megcsipett egy méhecske, akkor egy puhány vagyok. Igen. Hát Ferit felökvelte a bika, azt mondta, hogy csak ennyit tudsz, köcsön. Hogy belelépnél a tehén trágyába, kak is lett a cipőm, jaj! Az úgy ott van az úton, csak úgy ott van. Nem, nincs ott. Hát azzal frizbiztek a Ferit. Miután megszáradt. Frizbi, nem tudtuk, mi az annak hívtátok. Nem úgy hívtátok. Mi városiak összeszedjük magunk után, meg az állataink után. Na, tud csak úgy ott. Azt összeszeditek, menjél már végig a hatodik kerület, meg a hetedik, meg a nyolcadik. Ott olyanok vannak, akik felköltöztek vidékről. Az persze. Felék nem szedték össze náluk, az is közösség élve, mert mindig kimentek a kubikus gödörhöz fosni egyet, akkor mindig voltak ott 8-16 ültek, de közben megbeszélték a falu ügyes bajos dolgait. Így is van, együtt, egy WC. Tényleg, hát Feri, mit szólna a pottyantós WC-hez? Ja, semmi nem merné bemenni. Hát elájulna. Pottyantó, budiba bemenni. Gödörás fölötte a kis szerkezet, ugye az sem biztos, hogy nem szakad le. Így van. Kapaszkodnál rendesen a deszkában. Nagyapának ahogy hívják, a roham sisakjával, amire nyelet szereltetek, azzal mertétek ki.
minden júniusban, mert akkor már nem volt fagyott a föld. Így van, meg nagyon büdös is voltnak, akkor már jöttek rá. Kellett a káposzta alá. Igen, valaki, amikor először jött Pestre vonattal a nyugatiba, azt hitt, hogy Pest fedett. Igen. Meg a tehénlepényt meg nem dobáltuk el, mert azzal vakoltuk a házat. Meg tüzelésre is jó volt, persze. Azzal tüzeltetek? Persze. Az a lehetett üzenni? Igen, hát úgy jó, ki kell szárítani, és akkor meg elég az. De meg a vakolást azzal csinálta. Azt tudom, azt tudom. Az ügyesebbek, mint Feri, még cigit is sodortak belőle. Annak volt ütése. Az már anyag volt. Kukorica héjból. Sajnálom, hogy ez volt az új kívós kifecske. Hát igen. Lett volna egy vidéki unoka tesó, tudod, akihez így nyáron le lehet menni, és akkor ott állatokkal vagy, játszol, kint vagy a szabadban, de más a városiként se rossz, csak tényleg más élmények érnek. Persze. Szerintem ez az együtt fiatalok járkálnak. Belelépnek a rozsdás vasvillába. Te tök más, minden. Persze. Figyelj, ez a fővárosi bóckodás, és ilyen kiszabaduló szobák vannak most, és akkor van időd. A nálunk az volt, fogom meg villanypásztort, megfogod, az az es. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Évek kellettek, amíg a Ferit leszoktatták róla az ipariban, hogy ne halasbicskával blankolja a kábel. Az ipariban? Feri keresztet vetett, térre borult, amikor meglátta a villamost. És vannak ilyen állat, nincs Isten. Ja, ez csak a tigris lehet. Richelieu. Hát, de sárga. Feri, mikor először meglátta a villamos, beleharapott, mert azt hitte banán. Igen, nagyon jó, köszönjük. Banón. Nem banán, banón. Banón, igen. Ferinek a vattacukrot kolbászat tekerték. Köszönjük. Hát úgy fogyasztható is, azt egy tök értelmetlen édesség. Balázs, nagyon sajnálatot, Pesti Léterben nagyon szép emlékeim vannak. Vidéken élek 27 éve, kaptuk ezt is SMS-ben. Ha, igen. Feriéknél háttámlás szék sem volt, mert nem lehetett leülni a háti permetezővel. Egyébként sose értettem, hogy nektek a vidéken miért ilyen nagy az iskolatáskátok, meg miért csináljátok, ezt rájöttem, hogy permeteztek, basszus, mert mi csak bementünk az iskolába, tanultunk. De azt látod a pásztól, ami hasznos. Így van. Feri, amikor először látta a metrót, azt hitte elektromos vakond, és megsimogat. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! 3 perc múlva lesz 9 óra, ezt tényleg érdemtelenül hagytuk volna ki a mai összeállításból, a vidék és a főváros összecsapását, de most egy más milyen jön. Szia, Bernadett! Szia, Feri, nagy Detti vagyok. Detti. Ma van a névnapod, nem? Igen, köszönöm szépen. Azt nem mondtam, hogy köszöntelek, csak mondtam, hogy ma, de boldog névnapot neked. Honnan jelentkeztél a játékra? Feldebrő. Eger mellő. Oké, kezdjük is a játékot, jó, mert jó. Nagyon kevés az időnk. Hát okay. Így nem a Bali, nem számol vissza senki, nem a Bali mondja a kérdéseket, nem tudom megkérdezni, hogy nehezek-e, úgyhogy csak kezdjük simán. Itt az első passztartóért. Kinek a világhírű dala a No Woman No Cry című dal? Bob Marley. Ne hülyéskedj. Ennyiből? Mondjuk miből lehetne még más, mint a címe. Megvan, menjünk-e tovább? Menjünk, igen. Ez biztos, hogy tudni fogod. Melyik város kézilabda csapatának világklasszis játékosa? Nagy Laci, Nagy László. MKB Veszprém. Ennyi, így van, Veszprém. Ugye a városon voltunk csak kíváncsiak, valóban Veszprém. Megvan a sapka és a sál is, már csak az óra van. Megállok, mert nem attól függ, hogy milyen a kérdés. Hát figyelj, nehéz. Most akkor erre még én is megállok. Azt mondom, meg így, hogy nincs, aki ellent mondjon meg. Főleg azt mondom, akkor megvan a pasztartó és a sapka sál. Szerintem névnapi ajándéknak tökéletes. Köszönöm szépen. Gratulálok szívem. Érezd jól magad, és sok köszöntőt kívánok neked, köszönöm jó? Köszönöm szépen. Köszi Feri még egyszer. További jó egészséget mindenkinek. Hát figyelj, nekem megvan, de a két srácnak átadom. Jani meg Balázs ugye kicsit akkor megbetegedett, de holnap állítólag már megint hárman leszünk. Így van. Hála jó Istennek, úgyhogy addig meg kibírják már. Puszilunk. Szia! Puszi, 2:09 jönnek a friss hírek, és akkor utána még van 2 titkos anyagunk, amit már egyszer hallottatok, de úgy döntött Anna, hogy érdemes még egyszer meghallgatni ezeket. Hello mindenkinek, 4 perc múlva lesz 9:40. Lady Gaga azért nem maradhat el. Tehát Balázs zenéje itt van, ha ő maga nem is. Nagyon vicces, most olvastam az egy
egyik mai napi lapot, amelyben tegnap még arról nyilatkozik, hogy betegen is itt van és vezeti a műsort. Jani ugye egész héten nem volt, holnapra ígérte magát, és reméljük, hogy a Balázs, illetve Balázs családja, mert igazából vele nagy probléma nincs, de annyira kiütött mindenkit az influenza, vélhetőleg influenza, hogy egy kicsit otthon kellett maradjon, szóval holnap már megint hárman leszünk. Többen kérdezitek, hogy a Best Of-nak is lesz-e Best Of-ja, természetesen összerakunk majd egy olyat is. A játékokat rendben lejátszottuk, közlekedési infók közül az egyik legfontosabb, hogy a 8-ason a Tücskevárnál van baleset, félpályás az útzár, rendőrség és tűzoltó is. Itt van, Csenge apukája írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Várjuk az infokat, 0670-645-0000 az SMS számunk. Egy néhány héttel ezelőtti hírrel folytatjuk. Egy kínai férfiról beszélgettünk akkor, aki beperelte a saját feleségét, mert hogy szerintem nagyon csúnyák lettek a közös gyerekeik, és aztán fény derült arra a turpisságra, amit szerintem, amikor a pert elindította, még a férfi se gondolt rá. Ez itt a Best of Morning Show. Mire vetemednek férfiak? Egy kínai férfiról van szó, aki beperelte a saját feleségét, mert hogy a közös gyerekek egész egyszerűen rondák lettek. Aha. Végre. Végre valaki kimondja. Mert igen, azért a saját gyerekedről mondasz, ugye? Igen. Azt, hogy ronda a képkölye. A történet egyébként meglepően meglepő, mert hogy ilyen fengnek hívják emberünket, aki hozzáment egy gyönyörű nőhöz. Aki szült neki egy kisgyereket, ilyen fújt. Ilyen fújt, és ilyen mújt, és a gyerekek... Én látom a képeket, valóban elképesztő. Így van. Tehát egy gyönyörű nő, egy nagyon helyes pasi, és két olyan bűnronda gyerek, így van. Amit te, ha rokon vagy... Ilyen csúf. Igen, ha rokonba se tudsz kimondani, hogy úgy de szépek ezek a gyerekek, azt nem bírod kimondani, ez a két gyerek, ez rettenetesen ronda. És kiderült egyébként, hogy szerelmi házasság volt az övék, mondta a pasi, de ahogy megszületett a két gyerek, problémák jelentkeztek, mert hogy, és idézek a férfitől, aki azt mondta, a lányunk olyan ronda volt, hogy komolyan megijesztett. És én ezt imádom, hogy valaki kimondja. Ha megnézi valaki ezeket a fotókat, akkor akármennyire is, hát hogy is mondjam, csak nem szép dolog ilyet mondani, de hát mondjuk ki, az apának többé-kevésbé igaza van. Nem túl szépek azok a gyerekek, miközben az anya kifejezetten dekoratív, igen. És az apáról is egyébként el lehet mondani, hogy egy markáns, sármos, jóképű fickó. Jó svádájú hapsi. Na most mire gondolsz elsőként? Ugye? Tehát arra gondolsz, hogy a feleséged megcsalt valószínűleg egy nagyon ronda kínai férfivel. Uh-huh. Nem? Tehát ez az első gondolatod, hogy a feleséged félrelépett. Igen. Ugye? Igen. Vagy előtte rettenetesen ember is borasztak, és ez lett a következmény. Na most a történetnek nem ez a megoldása, mert hogy a feleség esküdözött, hogy nem lépett félre. Ugye ilyenkor van még egy végső lehetőséged, hogy csináltatsz egy DNS vizsgálatot, és hát ha megnyugszol, hogy jó van ez a két bűronda gyerek, aki még a sajátod is ott nézel, sírnak és rohadt rondák. De legalább okosak lesznek. Igen. Az talán nem a tiéd. Elvégezték, és kiderült... És kiderült, hogy az övé. Igen. Jó. Tehát mind a két gyerek az övé. És a pali továbbra se tudta, hogy mi a megoldás. Majd a nő vallott, és elmondta, hogy túl van rengeteg plastikai műtéten. Igen. És elővette egy előtte képet. Jézú! Ami és megmutatta, gyerekkel. Hogy előtte így néztem ki, mielőtt te megismertél, és most így nézek ki, amikor belém szerettél. Hát gyerekek, szóval a ronda az... jelen esetben nem túl kifejező. Hát megmatult a tükör. Tehát ahogy belenézett a tükörbe, megmarta a foncsort. Meg egy picikét a foncsort. Gyakorlatilag minden meg van rajta csináltatva. Egy hihetetlenül ronda nőt vett el, aki akkor már nem volt ronda, amikor elvette, de rengeteg plasztikai műtét után a nőből valahogy szép nőt csináltak, megcsinálták az orrát, visszavarták a fülét, nyitottak egy kicsit a szemén, kiegyenesítettek a száját, megcsinálták a szemöldökét, eltüntették a homlokát, hajat vartak be neki, és egy egészen helyes, modellarcú nőt csináltak belőle. Hát és a gének domináltak ugye a történetnél, tehát hiába lett anyu már nagyon szép, és most ahogy ezzel a régi képpel összehasonlítom a gyerekek új képeit, hát már nem csodálkozom. Ugye anyu régi képét, ha megnézem. Gyerekek, a két gyerek az bűronda. Tehát mondjuk ki, hogy a két gyerek az ronda. És szerintem igenis, ha neked van barátod, akkor téged a barátod megkérdez, hogy szép-e a gyereke, mondd ki, hogy nem. Aha. Ne hazudj neki. Így van. Ne hazudj neki, és mondd azt, hogy figyelj, nagyon helyes, remélem azért még egy kicsit szépülni fog. Ahogy mi is a barátaim, azt kimondjuk egymásnak. Kimondjuk egymásnak, hogy aranyos, hogy miről van szó. Még egy kicsit szépüljön azért az a gyerek, nem fog neki ártani. De hogy ez mennyire kemény? Nagyon kemény, bár ebben az esetben megnézve egyébként tényleg a gyerekeknek a képét, meg a szülőknek a képét,
én azért ott a apuka környékén is elkezdenék utakodni, mert hogy olyan szinten nem örökítette át a génjeit a gyerekekbe, hogy fennáll a gyanúja annak, hogy esetleg ő is. Mert a mama volt az erősebb. Nem, a papa mondta, hogy ő nem. Egyszerűen a mama volt annyira ronda és erős génnekkel megáldva, hogy ezek az erős gének ezek támadásba, hogy ne kelljen védekezni rögtön. Te megmondod a barátainak vagy az ismerőségnek, hogy ronda a gyerek? Nem mondod meg? Hát figyelj, de, de olyan barátnő, akivel 20 éve barátnő vagy. Nem mondod meg. Nem mondod meg. Hát annyira kellemet. Voltam ilyen szituáció, nem hogy? Mondod meg. Nem mondod meg. Hát vörös volt a csajis, meg az, és hát figyelj, és de tök cuki volt, meg szeplős, meg nagyfülű, meg, de hát figyelj, nem mondod. De olyan ronda volt, mint a bűn. Hát rettenetes. De tényleg rettenetes. Próbálsz jó kijönni, de jó, hogy ekkora füle van, könnyebb lesz fölakasztani, száradni. De nem, jaj, de nem, hogy mondod, tereled. Kis pumukli volt? Abszolút, és jaj, de cuki, hát mennyire aranyos, különleges. Ez Vöröszi már nem is lesz 30 év múlva. És itt tudod, próbálod győzködni. Milyen egyedi vonások. Azaz, igen. És rendezett közben a vonásodat, mert látod, hogy sasolja az arcodat, és hát tényleg cuki, meg nem van akarod mindenet. Megbántani nyilván. Nem, igen. Meg az egészség a legfontosabb. Akkor van baj, mikor a negyedik ember mondja azt a gyerekedről, hogy érdekes. Uh-huh. Igen. Olyan érdekes. Mi? Uh-huh. Akkor szerintem kezdhez gyanakodni. Vagy filoznak az iskolára, hogy nem baj, majd tanítatod. Jó, de abban már van azért egy kis áthallhatóság, hogy így mondjam. Nyitvál előtt az atomfizikus. Ti sem mondjátok meg? Nem mondjátok meg, nem? Óvatosan, csak megmondod, nem? De hogy mondod, nem? Na most tessék, előveszel, én megmutatom. Most te játsszuk el, mutatok egy képet. Csak kérdezem, Csísákba, tessék. Itt fekszik. Milyen képet akartok látni? Amikor jön ki, amikor már kim van és vetköztetik? Amikor jön ki, azt mondjuk meg! De azt én megnézném! Nem, akkor látszik semmi, hát az orvos, ahogy veszi föl, le van terítve minden. Nem. Jön be a Viki, te mondom, Viki beszélj! Nem olyan, tessék. Ott. Júj, milyen exkluzív most ebben a pillanatban, nem? Nem teszem föl sehova, nem teszünk föl sehova. Hát ez föl az, sehova. Nem mutatja meg. Na tessék, ott fekszik. Jú. Kis Noel. Vikivel együtt, egy ilyen nagyon helyes anya, fia együtt, tessék. Hát a feje nagy, mondta Laci. Hát jó, de alul felül nagy. Na? Ha behoznál egy gyerekkori fotót, hogy ebből még ki lehet jönni, jó. Ugye az orvosságnak háromszor visszakérdezett. A szülés után. A Viki szépen, rohadjál meg. A Viki gyönyörű, de ez nem rohadjál kérdés. Nagy szerencse, hogy a gyereknek fönn van a keze, és eltakarja ezt az orrát. Nem látszik semmi. Igen, nem akar, nem engedte egy fotót. Tündér cuki gyerek, mit akar? Na most mit hazudtok, puhák vagytok? Nem, hát mondjam, hogy hála Istennek, hogy látszik. Na, Jani, benned bízom. Fél, nem akarom megnézni, most tettem. Na, a Vikivel, ez egy közös kép már, ugye mindketten ruhában felöltözve. Ne a Vikire nagyíts rá, haló. Ne lapozzál, ne a szoptatós képeken nézd. Vannak. Mindketten ruhában, tudod. Fé, amit én látok belőle, az cuki. Egyébként cuki. Egyáltalán nincsen besárgulva. Én bevallom őszintén, a Virággal ellentétben, aki egy sárga csúcsfej volt, amikor megszületett, és semmi szép nem volt benne, ő hál' Istennek, aztán szépen formálódott, alakult, azóta se hiszi el senki, hogy valami köze van hozzá az apjához, aki érted, én például nem is mondok senkire semmit, mert hát nálam mindenki szer. Nekem egy barátom mesélte, hogy az anyja elmesélte neki, hogy amikor a saját apja bement hozzá a kórházba, és meglátta, hogy ez a gyerek olyan ronda, hogy nem visszük haza. Mondta ezt a saját gyerekéről a feleségére. Igen. És később a barátom anyja ezt elmesélte, hogy apát tudod, mit mondod, hogy olyan ronda vagy, hogy nem viszünk haza. A frissen szült anyádnak elmondja, hogy figyelj, Marika, hát olyan ronda ez a gyerek, hogy ezzel nem megyünk haza. Ha tudsz cserélni itt bent, akkor oldjuk meg. De egy napos gyerekről nem lehet még mit mondani. Azért, majd egy hét múlva behozod a képet, akkor majd dumálok. Tudod, honnan tudod? Használják, hogy aranyos. Aha, igen, mondom, aranyos. Ott érzed. Igen, szerintem igen. Aranyos. Mindenki ezt mondta. Mindenki, semmelyikötök nem mondta, hogy szép, mindenki aranyos. Cuki, de még szép üljön. Cuki, sokat nem lehet belőle látni. Milyen pici még. Oké, nézzük, igen, hát mekkora legyen. Jóisten, és ha majd arányosan nő, Jézusom. Atya Isten, mekkora fej lesz, igen. Jó, nézzük meg az élet azon területeit, tessék, amikor az ember hazudik, jó? Új barát-barátnő bemutatása, első gyermek megpillantása az ismerősödnél. Tehát mikor vannak azok a pillanatok, amikor neked diplomatikusan, kegyesen, nem is tudom, hogy fogalmazok, hazudnod kell. Vannak ezek az élethelyzetek, amikor te hazudsz. Hazudsz, mert nem akarod megbántani, hazudsz, mert hazudnod kell, vagy egyszerűen azért, mert jó érzésű vagy, és nem akarsz fájdalmat okozni, és nem vagy brutálisan őszinte. Csodálatos éjszaka volt. Hát ez a legalapabb. Csodálatos éjszaka volt. Neked is jó volt. Fú.
Hú, nagyon. Milyen ilyen élethelyzetek vannak egy gyereknél, amikor meglátod a gyerekét mondjuk, amikor esküvőre mész el, és kérdezik-e, hogy szép-e a mennyasszony, és a mennyasszony olyan ronda, hogy, tehát, hogy életedben nem láttál még ilyen ronda. Volt ilyen. De... Ugye, sok boldogságot. Jézus Isten, mondok, hát te választottad. Sok boldogságot. De szereted? De nagyon de szereted? De legalább szereted. Jó, akkor sok boldogságot. Ja, Istenem. Tudod, de gyereket nem terveztek, ugye? A kollégám családi fotóját látva kérdeztem meg, hogy ez az anyósod? Kiderült, hogy a felesége volt a képen. Magyarázkodhattam, hogy nem éles a kép. Ugye, hát itt is az ember próbál hazudni, igen. Én a nővéremnek hazudtam gyerekkorunkban, hogy nem dagadt. Pedig az volt. Különben egész nap hallgathattam volna, hogy én ropi vagyok. Már összeszedtem magam, de ő még mindig dagadt. Szép család, nem náluk is jól lett a karácsony. Kéthetes babalátogatásnál, a barátomnál az első kérdésem az volt, a NASA érdeklődött már? Jó. Ez Zsolt küldte neki. Lett túlélője? Igen. Öcsém bemutatta a barátnőjét, mire nagyapám megszólalt. Hát valahol neked is el kell kezdeni. Na most várj, képzeld el az öcsét, de képzeld el a lányt. A lányt, igen. Amikor a nagypapa ezt így benyomja. Hát valahol neked is el kell kezdeni. Szép. Nagyon könnyörtelen a nagypapa, neki már nem volt veszteni valója. Igen. Amikor a gyökér harmadszor megy nyaralni, és mutogatja a képeit, na akkor kell hazudnom, írja Péter. Ugye? Ez is érdekes, hogy kit érdekel. Ha megmutatod egyszer, az rendben van, de ötödször már ki akarja megnézni. Első ebéd anyóséknál. Hát ez a pörkölt kiváló lett. Zoli írta nekünk. Ugye a kajánál a hazudás, ez szintén azért nagyon megy. Nekem a csajok szokták mondani, hogy nagyon szerethető pasi vagyok, kínosan mosolygok és megköszönöm, de tudom, hogy azt jelenti, rendes srác vagy, de egy ujjal se nyúlnék hozzá. De szép. Sany ezt küldte nekünk. Anyukám minden születésnapomon elmesélni, hogy mikor megszülettem, sírva mondta a dokinak és a rokonoknak, hogyha ilyen ronda legalább fiú lenne. Ha, most még aludtam, úgyhogy jól vagyok. Na, azért, mesélj te, mert... Hogy ne, igen, veled történtek hát gyerekek, nagy dolgok. Igazából olyan nagyon sok minden nincsen, mert ott vannak, jól vannak, megszületett. Egyet, többen vagytok. Na, egyet többen vagyunk. Jelentkezni. Figyelj, fura a második tényleg, mert úgy csinálod az egészet, mintha minden nap kórházba járnál szülni. Tehát, hogy mi? Az első nagy riadalom, pánik után ez valami olyan szinten nyugodt volt, kiegyensúlyozott, és a végletekig harmonikus, hogy így az ember nem is nagyon tudni. Csak jó helyre mentem, nem ébresztettem föl senkit, tudtam, hogy hova kell. Lepakoltunk, jött a doki, mondta, hogy jó, hát látja a fájásokat, de hogy akkor ez még van egy kis idő. Na, és most nézzük a kismamát. Igen. Igen. Felraktam magamra ezt a még összehúzó figyelő műszert, azt mondta, hogy nagyon jó, most tegyük át az anyukára. És aztán összeállította ott a tímet, és fél hétkor, pontban 6 óra 30 perckor megszületett a kis mágó. Felsírt, igen. Igen, odaadták. Aztán szegény, hát mit él át, szóval a gyerekek, ha hát nekünk hasonló módon kellett, az valami szörnyű. Tehát a következő történt, ugye megszületik a gyerek, ő felsír, és azt hiszi, hogy bebugyolálják valamiben, és vége van, de nem, mert hogy elvágják ugye ezt a kis köldögzsinőrt, majd viszik ugye egyből azonnal leszívni az orrát, amiben egy hogy fél méteres csövet földúrnak, mind a két órába szájába ez a való világ. Fenekébe bedugják, hogy átjárható-e a kis popsia, ugye minden megnézik, jön egy doki, azonnal hallgatja, mozgatja a lábát, tekergetik balra-jobbra, víz alá teszik. Néztem azt a szegény gyereket, mondom, úristen, picit régen is így komfortosabb, volt, mint az anyamé. Igen, szegény, szóval nem véletlen mondják, hogy a születés a legnagyobb sokk, ami elkísér az egész életedre. Ne bántsa a gyerekemet, mit csinál? Igen, mondom, hogy tegyük rá, az anyukáját, tegyük rá, hát majd rátesszük, de hogy azért az előbb nem volt annyira egyszerű, elbújj, megcsinálnak mindent rajta. Hát figyelj, amit ott átélünk, hasonlót csináltak velünk is, csoda, hogy még volt kedvünk élni. Ugyanezt kaptuk. És foggal eltépted a köldögzsinort, vagy hagyományos módszert alkalmaztatok? Nem is gyerek oda. Ott ők elvágták, és akkor én még egyet vágtam rajta, de én mit vágtam, azt már nem tudom. Szerintem a másik eltetettétek, gondolom, a köldök zsinórvért. Azt eltetettük, igen, és ott kellett azt levágni, igen. De elment a villany, az biztos. És itt vágja el apuka. Nem ott. Igen. Sötét lett a műtő. Na, és elárulod végre az igazi nevét, vagy pedig majd 10 000 forintért valamelyik szülésznő? Nem mondtam, szerintem a mágua nagyon menő egyébként. Tehát a mágua az nekem nagyon tetszett. Karcsika, nem jó. Sírókész családból származik a gyerek. Igen. Amikor a Bennettet kerestétek, a Bennett nevet, ugye az volt az egyik vezér motivum, nyilván azon kívül, hogy tetszem, hogy ne legyen belőle sok. Igen. Ugye? Tehát ha most
ha modern nevet választottatok, akkor az nem jó út, mert abban már mindig sok van. Tehát én a Karcsikának... Modell vagy modern? Modern. 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 Karcsika nagyon jó. Azért örülök a Karcsikának, mert már kevés Karcsika van. És tudod, és egy jó és István, János, Ferenc, ezekben gondolkodhattatok igen. volna, mert az most kevés van. Így van, igen. Nem, Noel lett végül, és azért lett Noel, mert hogy december 25-e névnapja, és gondoltuk, ha már születésnap és a karácsony eddigre esik. Nem, de egyébként tényleg Noel lett, de nem azért, mert hogy egy nagyot kapjon. És aztán később rájöttünk, hogy december 25-e, 26-e van a születésnapja. Úgyhogy egy nagy. Szüli Ácsony névnap, így hívjuk, így nem hívjuk már. Az ajándéket. Hát most, hogy lesz ilyen? Hát most, most úgy fog fölnőni szegény gyerek, hogy mindenki mondja, hogy június szülinap, február névnap, mindjárt karácsony, és te kicsi Noel, anyád. Igen. Nekem majd 24-én van egy nap. Igen. Egyen, egy nagy. Igen, de 25 vagy 26 a névnap, nem is emlékszem pontosan. Egyébként, úgyhogy... De 25. De 25. Most jól, nézem, és egyébként igen. azt mondja, igen. hogy a francia eredetű férfi név, az úr születésnapja. Igen, hát ugye a karácsony, jelenti. Igen, a karácsonyhoz abszolút aha, köthető. Hát ennyire figyelj, szeretetek az Oasis-t? Tessék? Ennyire. Igen. Ennyire a kedvencünk, na, igen. Na, Geleger után. Szóval, szóval ez lett, vagy ő lett a neve. Ez lett a neve tulajdonképpen. Úgyhogy hát a gyermeket figyelj, fel kell készíteni. Aha, értem én. Itt egy nagy van. Nehéz idők jönnek, itt nincs júniusban évnap, meg szeptemberben születésnap. Egy nagy karikor. Le van tudva, nem kell részbe tartani. Egyébként meg igen. Milyen jó meg tudod jegyezni. A döbbenet az a számisztikát, ha nézzük, hogy minden hárman 18-asok vagyunk. Igen. Az kemény. Na, na ez kemény. Ezt ki is mondta tegnap? Csak az Anna. Anna mondta, nem? Nem tudom. Anna, tegnap mondta itt valaki, hogy milyen megdöbbentő, hogy 18-án születetek mind. És akkor így tényleg. Ez nagyon durva, ezt tegnap realizáltuk a kórházban mi is. Kérdezte, hogy hányadik alom, 18. És akkor így fölkaptuk a fejünket, összenéztünk, és ott jöttünk Csabi, rá. Hogy a... Csabi mondta, igen. Benni is 18, csak ő október. Ugye, ő most ugye december 18, meg július 18. Ez már mondta, hogy Noel. Tessék, hát ő, hát most mi ez? Mit mondják? Ez itt, még úgy egy kicsit a, nem olyan külsősnek tűnt a gyerek, hogy hát benni, igen, nyilván benni még. Október, ő. Igen, neki kell bemutatkozni, alkalmazkodni. Igaz. Tehát, hogy ne, ott kemény idők jönnek. És nem. Az a durva, hogyha még a Viki szül még, azt mondja, hogy összesen. Nem, Viki nem szül. Azt mondja, hogy várjál 34 darab gyereket, mindegyiket 18-án, az 660 a sátán szám. Új, de kemény. Hallod? Nem, Viki nem szült ebben. Ebből lesz egy új YouTube videó. Itt megálltunk. Igen? Benni tegnap találkozott vele, hát az nagyon helyes volt. Simogatta, puszilgatta, köszön neki, játékot vitt, nagyon-nagyon odatta a kedvenc sapkáját, a kedvenc plüssállatát, gyúrta, gyömöszölte, tudod, mondom, Benni óvatosabban. Kicsit, igen, várjunk vele. Ő még nem albinósűn. Igen, ő még azért ezt így nem érzi, hogy itt egy rossz mozdulat, és nagyon komoly következményekkel járhat. Egy körbe zsongta, annyira helyes volt igazából. Az ő találkozásuk volt a legjobb. Az 15 perc után, mondta, jó apa, hagyjuk itt, menjünk focizni. Na jó, menjünk. Ha igen. De ugye nem, úgy kellett, de ugye nem hozzuk haza. Úgy kellett elszakítani már ilyen, mit tudom, fél kenckor jöttünk el a kórházba, úgy kellett elszakítani. Jöjjön már, mert hozzá, hogy nem, már majd jön, hazajön a tesó. Fogod te még kicsit utálni, és majd még visszaküldeni. Fogod te még 5 nap után visszaküldeni, mikor rájössz, hogy nem csak veled foglalkozik most mindenki. Úgyhogy, hát ez van. Gyereket, menő. A dolog így történt, zökkenőmentes volt, úgyhogy szerintem vasárnap már tudjuk is őket hazahozni. Hát és akkor négy nap indul. Elméletileg, ha nincs besárgulás, akkor 3-4, igen, vasárnap hétfőkön. Igen, igen, cudar, indul a cudar karácsony. De, most még csöndes. Jó lesz. Nem, hát mondod, hogy igazából zökkenőmentes volt minden. Szerintem ez látszódni fog a babán is. Igen? Biztos vagyok benne. Ami, bocsánat, mi fog látszódni a Szent Karácsony ünnepe? Vagy? Az marhán, hanem az, hogy zökkenőmentes volt a szülés, akkor szerintem a gyereknél is ez úgy fog realizálódni, hogy a gyerek is nyugodt lesz, kiegyensúlyozott lesz, akkor sír csak, amikor kell, majd amikor 5 évesen elfenekeled, mert meg lerúgt egy lasztival, mit tudom, az étkészletet, amit anyádiktól kaptatok karácsonyra. A zsoldáit, igen. Ott fog először sírni, azt mondod? Na, nem lesz vele gond. Nem szabad, hogy gond legyen. Na, nem érted? Meglátjuk, hogy a kis mágua. A kis mágua, hogy reagál. Milyen igazán? Kórházban vagytok, hogy elviszik éjszakára most még a kis mágua? Ez a szülő döntése. Aha. Tehát olyan a kórház, hogy itt nem néznek rád rossz szeme, ha így döntesz, ha úgy döntesz, ha aludni szeretnél, fáradt, hogy elviheted. Támogatom azt a részt. Ha ott van, ott akarod rakni, akkor magad mellé rakod, ha van ez a kis gurulós kocsi, tudod, az a kicsit döntött, akkor berakod abba. Ha tehát, nem azt akarod hazavinni, abban is segítenek. Ha el akarod cserélni, nem tetszik, nem elég szép, akkor ki tud cserélni. Szóval nincs itt ez a nagy magyar, tudod, anyáskodás.
hogy aki elveszi éjszakára, nem is anya, milyen anya az ilyen, amit szeretnél. Tehát, hogy ezt abszolút rád bízzák. Ja, tényleg, hát az első látvány, ugye a gyerek. Szép a gyerek, vagy hazudjunk? Persze, mondd meg nyugodtan. Formás, most már formás. Formás. Igen. A Beni nem volt ennyire formás. Tehát ő formásabb. Az a vigyázzál, mert aki nem formás, az később kirúgja magát, és jóképű csávó aki lesz. Viszont most formás. Azzal nem tudjuk még, mi lesz. De szorítunk. Igen. Hajrá, Noel! Mikor kijött, hát akkor azért a szépről szerintem nagyon messze van. Megható, gyönyörű, meg minden. De hát azért az a kis mézes, mázas, két mindene összegyűrve, tudod, mint egy sárpely kutya. Tehát hogy azért az kevésbé mondható szépnek. Meghatónak, aranyosnak, kedvesnek, igen. De hát aki elsőre rámondja, hogy szép, akkor azt mondom, hogy persze, akkor miért nem mondod, hogy maradjon ilyen. Tehát, az nagyon jó. Akkor miért drukkolsz, hogy azért még nőjön egy kicsit az a gyerek? Szép, de azért még kicsit nőjön, tudod, azért mindenki ezt gondolja, ha meg szép üljön. Ha itt ott még kicsit horpad, befogad az orrát, belefújsz a szájába, akkor kirúgja magát. Abba a pillanatban kijön, igen. Úgyhogy, hát van hova. Innen jó, szép nyerni. Azért, ha így maradnánk mindannyian, tudod, azért érdekes nézni. Persze nyilván az embernek a legszebb, meg a legcukibb, de azért tudod még, azért adjunk egy pár évet. Egy nagyon jó kis halott pénz a Morning Show-ban. Valami van a levegőben. 8 percen múlt el 9:30, nem csak a levegőben, hanem most már a szervezetekben is, a Janiéban is, a Balázséban egész biztos, illetve Balázs ugye azért maradt otthon, mert a család kidőlt, holnapra ígérték magukat mindketten, úgyhogy most még van egy olyan anyag, amit szeretnénk nektek megmutatni, de előtte két hír mind a kettő a 8-asról. Széchenyi belterületén trafizzák a Szombathely felé tartókat, és Tüskevárnál van egy baleset, ott még mindig tart a helyszínen, és tehát aki erre jár, az vigyázzon magára. Szintén néhány hónappal ezelőtt szedtünk össze olyan internetes anyagokat, amihez valószínűleg már nagyon sokan hozzájutottatok, de így csokorban meghallgatva talán még jobb, mintha csak egyesével nézni, hallgatná meg őket az ember. Olyan zenekarokról beszélgettünk, akinél így nem érzed azt, hogy mi volt az indok, hogy hangszert ragadtak. Tehát nem tudták egészen pontosan megmondani, és szerintem azóta se tudják, hogy mi volt a terv, amikor ők zenekarnak nevezték saját magukat. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes kis témával készültünk, mert hogy egy internetes oldal, egy portál összeszedte azokat a zenekar kezdeményezéseket, amik hát tulajdonképpen csak nyomokban tartalmazzák az eredetit, és a cikk arról szól, hogy van arra remény, hogy valami jó süljön ki belőle a végén, a 10 legrosszabb feldolgozást, amit valaha hallottunk. Szerintem a feldolgozás nem jó, mert a feldolgozás az, ha hozzányúlsz egy dalhoz, és eljátszod máshogy, vagy ha idézőjeles, hát akkor más máshogy. Hát azért ezek ugye, nem ugyanazok a dalok. Ezek nem ugyanazok a dalok, de mégis, ugye különböző országokból összeszedték azokat a zenekarokat, amatőr zenekarokat, akik híres, tulajdonképpen világsztárok, nagy rockzenekarok dalait játsszák, és ők ugyanazt próbálják eljátszani. Nem tribute zenekarok, csak iskolai bulikon, házi bulikon, fesztiválokon eljátszanak. Egy Red Hot Chili Peppers, egy Guns N' Roses, egy Deep Purple, hogy tudjuk milyen az eredeti, hogy szó lesz, ha amatőr zenészek játsszák. És többen kérték őket, elsősorban barátok, hogy még várjanak az első fellépéssel, de ők nem hallgattak a jó szóra. Igen. Na, hát nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. Nyilván közben várunk SMS-eket is mindenkinek. Az első szárny bontogatás, hogy milyen zenekarban játszott, mi volt, besültek-e, milyen dalt adtak elő, meddig jutottak, és mikor tiltotta be őket az iskola. Szerintem minden valamire való 14 éves legalább egyszer beül egy dob mögé, és próbál suli zenekart csinálni. Nem? Hát az nagy álom, egyrészt ugye a zenekarozás, másrészt meg nagy csajozás. Mi a középiskolában csináltuk meg, a Mikes Kelemen szakközépiskolában Battonyán az első zenekarunkat. Ja, azt hittem, hogy a zenekarnév nagyon tetszett volna. Mikes Kelemen. Ez egyébként te lettél volna. És hölgyeim és uraim, a színpadon a Mikes Kelemen emlékzenekar. Igen. Milyen durva lett volna. Nem, a zenekar névig nem jutottunk el. Arra emlékszem, hogy gyakorlatilag erősítőink nem voltak, és egy videóton rádiós erősítővel lehetett ezt kapni. Két ilyen hangfalal, azzal hangosítottuk a zenekart, és az első dalunk az Edda Művek Kör Közepén Állok című dala volt, amiből annyit sikerült megjegyezni az énekesnek, hogy a kör közepén állok, kör közepén állok, kör közepén állok, kör közepén állok. Ez jó, hát figyelj, és még mindig. És még ennyi volt a szöveget, ezt ideig jutottunk, azt hiszem itt omlott. Saját szerzemény? A kör közepén állok. Ja, csapat, ja. Tehát nem volt ilyen, hogy visszatradostó meg hasonlók. Új, de jó pedig.
Na, megnézzük az elsőt, igen, kör közepén álló Vitlát Rodostó. Igen, szabadságharc emlékére. Red Hot Chili Peppers By The Way. Szerintem mindenki ismeri a dalt. De így jó, hogy elmondtad, hogy mit fogunk hallani, hiszen akkor így beazonosítható lesz sokak szávány. Igen, a következőt azt úgy csináljuk, hogy nem mondod meg. Jó, és nem mondom meg. Kitalálni. Jó. Na figyeljetek, így szól az első, ez ugye tulajdonképpen egy suli zenekar, és azért érdekes a videó, írja ez az internetes portál, mert egyébként tényleg megérkezik a videó közepén egy tanárnő, aki belép, látszik a döbbenet az arcán, és próbál a pogózó diákok között rendet tenni. Így szól az, ha hát nem kellő kezekbe kerül egy dal. Az énekes nem ez rossz. Ez egyébként nem rossz. Vigyed. Aha. Nézd meg, a közönség zabálja. Szeretik. Hárman állnak, és a csávó őrjön be színpadon. Csutya! Ez az eredeti szöveg is, ki tudja? Igen, hát hasonló. Ez egyébként még egész jó. Na, ez még egyébként nyomokban tartalmazza. Igen, igen. Ez még nyomokban tartalmazza a dolgot, jó? Hogy szól? Dobos kolléga, nincs helyzet magaslatás. Senki nincs a helyzet magaslatás. Ugye ez a Survivor. Eye of the Tiger, mindenki ismeri a dal. Zseniális. Ez olyan, mint az én angolom. Nem szabadna kiállni. Sem nem reális. Szabadna ezzel kiállni. Ő mosolyog folyamatosan éneklés közben. Miért ilyen a hangja? Mintha a videó is érezte volna ebben a pillanatban, ebben a pillanatban lefagyott. Gyerekek, döbbenet. És az a helyzet, hogy ha szembesíted az ilyen előadót ezzel a teljesítménnyel, akkor tökre azt mondja, hogy ne, hát nézd meg, milyen jók vagyunk. Igen. De ugye? Ha igen. Hallgass? Hallom. Ott volt. Na. Mennyire ott voltok már? Hallgass, hogy te, nézd, mennyire tetszett már mindenkire? Nézd a kezét a csávónak, hogy lejátsz a figurát? Ez a legnőbb. A figurát, hozom a figurát, figyelj, hozom a figurát. Még két sajátdal és lemez. Figyeljetek, itt a következő, figyelj, nagyon jó. Ez is koncert egyébként, megtörtént, és hárman vannak a koncerten, érthető, hogy miért hallgass, figyelj. Ugye mindenki tudja, Euro? Nem. Ez száj szintetizátor. A fújós száj szintetizátor. Figyelj. Figyelj, azért a gitár szóló jön az, meghallgatnám. Igen. Jön az ének. Ugye, atyom, kéne ütni a gyerek Joey Tempest. De tényleg. Atyaisten. Figyelj. Refrén, figyelj. Hogy még csak véletlenül se annyira tiszteli a hangot, hogy nem lép rá. Mi ez? Saját magadat jön vissza, igen. Óriási, a csordabokkal egy ember, és az is az érdekes. Figyelj, te emberkínzás. Ez nem. Na jó. Nem, a refrén még egyszer, figyelj, az, várjuk meg, a szembit nem bírom el engedni, figyelj. Kezdek a magasba! Milyen lehetszer így a Európa elnyomná? Csak egy kis hangolás. Nagy közönség zaj nincs nagy itt közönség, se. Stúdió, ez épp stúdióban vannak. Figyelj, dobos. Ha
Ez konkrét, amit a mi csinálnánk, Jani. Tehát én gitározok, te dobolsz. Figyeld a dobot? A dobot hallgass meg. Figyelj, mennyire melléjüt. Figyelj. Basszus! Basszus! De legalább a tempó egyezne. Most az, hogy fáradnak az ujjak rettenetesen. És a dob tök másthoz. Igen. Semmi köze volt. Három ember három különböző dolgot játszik, de egyik se a Guns. Tényleg kifáradt. Elfáradt. Itt már nem ismerném fel. Dobos belassult. Figyelj, én imádom. Hát ez nem lehet komoly. Értem, ez a legjobb. Állnak meg, figyelj, lassulnak. Igen. És a gitáros mit csinál, hogy? Á, gyerekek. Figyelj, én ezen sírtam, mikor hallottam. És el is fáradtak, hogy vége is. Tessék? Á. Ja, még ne. Jön a szóló. És áll a közönség, azt tudod, és nem kutya. Hiszi el, hogy mit hall. Ők az utolsó. Kezd kipusztulni a dolog. Egyre jobban. Egyre jobban pusztulni. És ők azt nem írják véletlenül, hogy ők azért mentek be a stúdióba, hogy rögzítsék? Vagy csak ott próbáltak, és közben valaki fölvett? Ők nem, ők most gyakoroltak. És akkor egy-két zenekaros SMS. Ritmus gitároztam egy Guns Tribute bandában. Az első fellépésünk után a mosdóba voltam, amikor odajött hozzám egy részeg középkorú motoros, megfogta vállam, és azt mondta, nagyon jók vagytok, sose hallottam még ilyen profin előadva pokolgépet. Nekünk a gimiben volt egy rap bandánk, úgy hívták Funky Seggű Srácok. Annyi önkritikánk azért volt, hogy az első gimis koncertfelkérés előtt gyorsan feloszlottunk. Nem, ezt meg kellett volna csinálni, egyen túl kell lenni. Egyet meg kellett volna. Igen, egyen túl kell lenni. Van egy hallgatónk is. Levi, hello Levi, jó reggelt! Hello, hello, sziasztok! Hello, na hello, neked is volt zenekarod? Hát a zenekarnak annyira nem nevezném, gyakorlatilag egy miskolci reformáció volt, négy tag volt benne. Most név szerint ne említsek mindenkit. Persze ne. Nem biztos, hogy örülnének neki. Hát a lényeg az volt egyébként, hogy négyen voltunk ebbe az óriási reformációba, csak az volt a gáz, hogy az egyik tag hadart, a másik pedig össze volt. Ne! Hát erős csapat volt. De erős ők csak zenéltek, vagy ők beszél, énekeltek, reppeltek? Nem, ugyanúgy reppeltek ők is, de az a poén az egészben, hogy volt fellépés, illetve egy albumot is sikerült összehozni egyébként ezzel a formációval. Lett egy albumotok? Hát tudod, ez most én otthon felvett ilyen saját kis home stúdiózó. És ki énekelt? Az ének, a Pössze vagy a Hadaros? Mind a kettő repelt egyébként. Nagyon erős lehet. Igen, tehát ilyen S betűknél meg Z betűknél folyamatosan effektálnunk kellett, mert gázos volt, nagyon a dolog. És te mit csináltál ebben a zenekarban? Ugyanúgy rep. Na, valamit mutasd, egy sor, tényleg. Na, miről repeltetek? Gondolom a gettó, a nyolcadik kerület, a nehéz élet, a hányatott sorsú gyerekkor, gondolom erről, nem? Vagy miről szóltak hát a dalok? A nyolcadik kerületről pont nem, mert ez egy miskolci forgáció. Az avasi telepen lakunk a srácokkal, folytasd. Kb. Köszönöm. Ez a dolog volt, úgyhogy nem erőltetnék nagyon, sőt valahol el van dugva ez az album, de nagyon mélyen. Ne, ha megvan, akkor egy dalt küldj már. Valaki küldj már, de belehallgatunk. De várjál, lehet, hát különben emlékszem, volt egy betét az egyik srácnak, aki pont össze volt, és emlékszem, volt egy olyan rész, hogy a varázsszőnyek ízik, na most jött ki mindig. Iszik. De a varázsszőnyeg ízik. Kimondani, és kb. Másfél napig vettük azt a részt. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát akkor neked. Köszi, sziasztok. Köszi, ciao. Nekünk volt egy zenekarunk, de az első próba előtt a két tagunk összeveszett a banda névválasztáson. Máig nem beszélnek egymással, és a zenekar feloszlott. Annyira helyes sztori egyébként, de tényleg, amikor azt hiszed, hogy elindulsz a világhírnév felé, és valakinek a szobájában egy csörgődobbal, egy dobgitárral, meg nem tudom, egy háromlábossal próbáltok, nem? Sikeresek leszünk, igen. És még mielőtt bármi történne.
jön a legnagyobb akátkasz, hogy nem férnek egymás mellett meg. Mi legyen? Az egók. Igen. Miért baj az, hogy pössze Dénagy Lajos is sztár lett, írja valaki. Egyébként a részegen kivisz majd haza. És mekkora dalokat írtak a bikinivel, nem? És hát a Lajos híresen pössze, de hogy jól áll neki, ez a szexepíje, és zseniális dalokat írtak. A mi zenekarunk három koncertet élt meg, írja egy hallgató. Egy bemutatkozó, egy jubileumi második, és egy búcsú koncert. De egyben volt a három. Tök helyes. Tök helyes, nagyon jó. Nekünk 13 évesen haverokkal volt egy punk zenekarunk, Torz néven. Első koncert, ahova meghívtak fellépni, anyámék nem engedtek el. Lázadó punk vagyok, anya, elmehetek koncertet? Nem, és ahova takarodj a szobádba. Előbb a tanulás. Menj be a szobádba. Oké, akkor megyek. Előbb a tanulás, igen. Jaj, Bali, annyi SMS-et beolvassátok már, hogy lassan meghívhatnátok a műsorba, Szatyi. Szatyi nagyon túlvezérelten küldi az SMS-eket, igen. A zenekar első koncertje előtt 20 perccel az énekesünk bejelentette, hogy nem tud fellépni torokgyulladás miatt. Lenyomtuk a bulit úgy, hogy a dalok egy részét a dobos, egy részét én énekeltem. Gitározás mellett. A Smoke on the Water instrumentálisba toltuk. Aha. Na, és akkor a végére egy kis, hát hogy is mondjam, unikum. Egy csemege. Egy hallgatónk elküldte nekünk, hogy hallgassuk meg, hogy mit tud a Queen japánul. Gyönyörű, mekkora zongora téma, nem? Figyelj, megőrültek. Gyerekek, egyébként jó? Várjál még azért. Aha. Eddig volt jó. Ácsi metal. Az egyezik. Nem annyira ez rossz egyébként. Tényleg is. Ha ér mások igen. Nyelvén nevetni, akkor itt figyelj. Figyelj mi most. Na ezt még hallgassuk meg, figyelj. Vittor itt a hotokon. Tamagocsi száké. Figyelj! Harakiri! Figyelj! Tök jó, a vokál rendben van. Én elmennék egy ilyenre. Komoly, jönnének az arénába japánul. Ne! A zúzást meghallgatjuk. Figyelj! Na! Szemetet! Hát így jött volna! Bá. Na jó! Itt jön az úzás, nem? Már jönnie kellett volna. Igen. Na jó van! Hát ez a japán Queen! Hát várjál, két dolgot megtanultuk, hogy a GD száz a bicikli, a Kaza az pedig a mama. Kaza! Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc volt, 10 óra, szevasz Csabi! Jó reggel! Figyelj, vártunk, mint a messiás. Unatkoztál egy kicsit? Nem, mert ezeket az anyagokat már ismertem valahonnan, tehát túl sok izgalmat ezek a beszélgetések már abban a formában nem jelentettek, hogy túl sok újdonságot, de jó volt őket újra hallani. De legalább most már tudod, hogy milyen hallgatni ezt a műsort. Ja igen, amikor nem beszélsz, csak hallgatod. Igen. Menő az is. Fölhívjuk gyorsan a laphallgatóját, aztán pedig már is ajánlhatod a kis muzsikádat. Lesz egy kérdés, ugye Zsű? Köszönöm. Amit itt hagyott nekünk a fejünkben. A göthös. Szemét. Nem, ő jól van. Morning show. Jaj, de jó! Ja. Na most Istvánt hívtad? Te István vagy? Hát, majdnem. Ezt írtad? Tehát, ha jól értem, akkor a Jani otthon betegen, a Bali otthon betegen, neked meg lehetőséged lett volna, hogy ma ne dolgozz, Feri, rákérdezni, téged nagyon utálnak otthon? Ezt te írtad?
Igen, én írtam. És miért István az aláírás? Mert közösen szoktuk írni. István, akkor gratulálunk, jó? Tiéd a naphallgatója cím van, egy remek ajándékcsomagod, és még a reklámblogban is lesz valami. Jó, egy plusz ajándék, ezeket is átadjuk neked. Jó? Nagyon szépen, köszönöm. Puszi István, szia! Szia, szia! Jó, szoktuk írni. Csabikám, akkor itt a kérdés. Csabikám, remek zenék? És akkor Istvánról nem is derült ki, hogy hogy hívják. Hát én nem akartam megkérdezni, így írt alá, azt mondta, hogy ők Istvánnak szokták István. Aláírni, akkor jó. Most mit vacakolja. Jobbulást kívánok Jánosnak is, Balázs családjának is, hát te pedig egy hős vagy. Figyelj, vagy... amikor a főnök írt, hogy mindenki beteg, én is aludjak, én akkor már megittam a kávémat. Ja, de ez még otthon volt? Persze, ma hajnalban. Ja, azt hittem, hogy már itt bennittad a kávidat, mert ezt a sztorit ja, hallgatom. Ja nem, én otthon szeretek kávét, ja, én nyugodt, őt hallgatom ja, a gyerekek szokását. Ma figyelj, mondom, itt az Anna, itt van a Zsül, legalább elmondjuk a közlekedési infokat, lejátszuk a játékokat. Ha nem jövök be, most például nem tudjuk, hogy a fekete-fehér igen-nemet ezen a héten is megnyerte a Morning Show, mert 3-0. És sose találkozunk Istvánnal. És például Istvánnal se találkozunk. Na, Alesso és Tovló klasslágerét hozom, ezúttal csak neked a Heroes. Nem szerintem, a betegeknek küldjük otthonra. Jó, én meg vagyok Alesso és... tovább nekik. Tovló nélkül, de ő nekik viszont mindenféleképpen kell. Csabit hívhatjátok a kívánság műsorban 061-555-5500, holnap pedig remélhetőleg mindenki éppen egészségesen itt lesz 6-kor. Szevasz! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.